Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 15 perccel. Jó reggelt mindenkinek. Hello, Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Hát, igen. Feri még mindig beteg. Bizony, bizony, bizony. Szegénykém. Szegény, még mindig bugyborékol a kis popsia. Így van, de nem akarok el. Tegnap már olyan SMS-t kaptam, tőlem, hogy éreztem, nekem hogy... Nekem is írt, azért mondom. Már szerintem egy kicsit elég neki. Igen. Legalábbis ebből a részből. De nagyon jók voltak, nagyon fejek voltak a hallgatók, meg a Ferinek a fanjai, mert hogy az ő Facebook oldalán én direkt utána olvastam, hogy üzentek-e neki, és üzentek neki. És hát hasonló stílusban, úgyhogy nagyon szívhez szóló volt. Biztos kellemes lehetett neki olvasni az üzeneteket, hogy menjen, szorítanak érte. Olyan jó lehet, amikor ilyen együttérzőek a hallgatók. Így van. És összekacsintanak velünk. Úgyhogy Feri még nincs, de nem is baj. Hagy pihenjen, nekünk az a fontos, hogy a jövő hét elején, közepén és végén legyen nagyon egészséges, hétfőtől péntekig ugyanis kitelepülésen leszünk. Bizony, turnéra indulunk. Bizony. Debrecenben kezdünk, jövő héten hétfő. De jó lesz. Bizony, reméljük jó idő lesz. Nem olvasok túl jót, Székesfehérvár. Hát nem, nincs most szerencsénk. De semmi köze nincsen a kitelepüléshez, nem jó könyv. De dobott pénz volt. Nem sajnos van. Az a baj, hogy nem lesz túl jó idő, de nem baj, senkit ne riasszon el, majd együtt mantrázunk, elűzzük az esőt. Így van. Úgyhogy voltunk mi már esőben, és akkor is jó hangulat volt, nincs ezzel baj. Úgyhogy jövő héten hétfőn, drága debreceniek, megyünk hozzátok. Jó, várunk mindenkit szeretettel, gyertek, Dósa Nádor tér és a Csapóca torkolatában. Ennyi. Állítjuk fel az üvegstúdiót, több százezer forint készpénz, tablet, gyerekek, annyi minden kell, hogy el se tudom mondani. Így van, és nektek is viszünk némi dolgot. Így van, ez mind az én zsebem mellett. Nem, minden nap sorsolunk egy HP tabletet, úgyhogy érdemes odajönni, napi 100 000 forint, csak regisztrálni kell, és megvárni a helyszín az adás végét, amikor sorsolunk. Az nyer, aki a helyszínen van még, az egész héten SMS-ben játszók, azok majd 500 000 forintot nyernek, lesznek értékes nyeremények, favágó verseny, ökölsütés, zsákbasfutás. Így van. Minden lesz. Panírozunk egy-két bulát. Ja, azt nem. jó lesz, majd mindenképpen tényleg jöjjetek el. A biztonság kedvéért azért mindenki készítsen össze magának már vasárnap egy-egy esenyőt, illetve néhány pár kalucsnit, attól függően, hogy hányan jöttök, sárcipőt, akármit, és sökabátot, mindent, de erre, ma mivel jogatott minket a kislány? Már volt valami agygörcsöt kapó, agyödémát okozó, hihetetlen halálozással járó hidegfront délután lesz? Megnézem, lesz valami? Remélem megint lesz valami görcsünk. Biztos, hogy mondja, valami nagyon durva. Holnap ugyanis megint egy hidegfront hoz esőt és szelt, ezért érdemes kihasználni a jó időt. Ez a legfrissebb. Jaj. Aha. Oh, hepatitis, fertőz ide haza is. Jó van. Na jó van. Viszont akkor berúgtuk. Jó év, már írtek a parlagfüvet. Akkor berúgtuk a reggelt, jó van. Meghalunk viszont, ha nem, aki életben maradt, fázni fog. Jó, így van. Vagy megdög lesz, vagy megfázol. Jó, de vidám ez. Két ember maradt az országban, hepatitisesek és nátásak. Istenem, hogy ezt egyszer valaki kitalálta, hogy a negatív hír a hír, tényleg, hát komolyan mondom. Létrehoztak egyébként olyan hírportált, ahol csak pozitív tök hírek jó, vannak. A kutya nem olvassa, de nem baj. Ez, mondjuk ez is igaz. Valahogy az emberek tényleg nem szeretik így riogatni saját magukat, meg így nyomasztani. Tényleg én azzal nem tudok mit kezdeni, amikor így utólag végig vissza tudsz nézni nagyobb terjedelemben egy videó összeállítást arról a tragédiáról, ami történt percekkel ezelőtt, érted? És mondják a hírműsorban, hogy és nagyobb terjedelemben természetesen a televíziónak a honlapján megtekinthetik azt a riportot, az összeállítást. Nem akarom. Nem, köszönöm. De mennek sokan, így megtekintik. Egyébként én a két televízió közül, hogy nem, ezért szeretem jobban az anyacsatornáknak a híradóját, mert hogy István és Antónia időnként azért elmosolyogják magukat, és ott azért vannak olyan pillanatok, amelyek például most nemrégben Antónia ilyen kis úton áttotyogó kacsákat nézett, és nem bírta ki egyszerűen röhögésnél, amikor elröhögte magát, illetve amikor István két nappal ezelőtt úgy kommentált egy hírt, azt hiszem, hogy Charlize Theronnal kapcsolatos volt az információ, aki most nemrégében nagy nyilvánosság előtt is felvállalta Sean Penn-nel való kapcsolatát, és nagyon szép ruhában jelent meg, ami hátul volt dekoltálva egészen le a fenekéig, és gyakorlatilag elég sokat láttatott
a hír szerint. Viszont sajnos nem mindent látott, és István ezt el is mondta, hogy na, pont a végén vették el a képet. És érted, egy híradóba. Iszonyatosan jó arca. Tehát, hogy miközben más híradóban meg azt látod, hogy ülnek karót nyelve, kicsit a hírek hatás alatt kornyadozva, iszonyatosan depressziósan. Azt nem értem. Nem. Azt nem értem. Hogy miért nem lehet egy picit is mosoly a szájunk szögletébe. Nyilván nem kommentáltak minden hír, de például a Várkonyi olyan rezenéstelenül mond mindent ugyanúgy, közben úgy tűnik, mintha még kicsit unná is, hogy ilyen nagyon-nagyon fura. Ilyen Madame Tussaud panoptikuma. Igen, néha egy mosoly vagy valami, az igen, az úgy jó. Pedig beleférne, hát ő is nagyon csinos, helyes nő, néha azért elmosolyodhatna, nem? Igen. Na mindegy, tegnap néztem, az M1-en kínosztam magam, volt valami ilyen eurovíziós összefoglaló. De nagyon szórakozott, rettenetesen szórakoztató volt. Igen, mert hogy a VIP zenekarnak mutatták a fellépését, és sírtam rajta, őrületesen jó volt. Négyen fekete zakó, hat számmal nagyobb, fehér gallér, hosszított gallér, kilógó, ingúi, tehát ez valami retro cucc volt, hogy megint nem, vannak? Nem, összefoglalták, de hogy is nem, összefoglalták már, a... Persze, legyenek, ha akarnak, csak... Összefoglalták az Eurovíziót. És tudtad, hogy van-e egy Eurovízió szakértő? Uh-huh. Mondott, ott ült egy pali, és ő mindent tud. És ő volt az Eurovízió szakértő. Szerintem előtted a büfében előköptek. Józsi, nyere már, nem jött el a vendég. Igen. Na, nyere már, beszélj már az Eurovízióról. Ez biflász be gyors, és majd vissza. Eurovízió szakértő. Uh-huh. És ő volt a szakértő, és akkor ő ott szakértette a fellépőket. Hát figyelj, sok mindenen túl vagyunk már az Eurovízión, de a legnagyobb dráma akkor is Ádok Zoli volt. Szóval, hogy hát figyelj. Ha hallottál már igazán hamis produkciót. Én nem is emlékeztem, hogy ennyire szörnyű volt. Ő tudod, hogy be se jutott a döntőbe. Tehát kiment éneket, hazajött. Keddel leénekelt a selejtezőt. Jó, de legalább kim volt. Csütörtökön már leszállt de a felé. Volt? Szerintem, hát, vagy csak a portán lerakta. Szerintem mondták neki, hogy adja be a megőrzőbe a recepció mellett a bőrönyöt. Na mindegy, ez Ádok Zoli szenzációs volt. De végigvették az egészet. És rájöttem, hogy ez a Wolf Kati dal még mindig nagyon tetszik. Na, az, így az egy annyira jó dal volt, és néztem az arénát, mert hogy leadták, figyelj, mindenki őrjöngött. Az egy 10 pontos nem értem, hogy tudott ott 22. 23. lenni. Annyira jó az a dal még mindig. Nagyon-nagyon szerettem. És akkor végigmentek az előadókon, hogy mit tudom én, a VIP, meg az Ádok Zoli, Compact Disco, meg hát ilyen hihetetlen úzónevek. És akkor a végén Noxnak tök jó volt az előadása, de nem ők sem tudtak túlságosan jó helyre bejutni. És akkor mindig elmondta az Eurovíziós szakértő, hogy most ez miért történt úgy, ahogy. Szenzációs kis műsor volt. Beragadtam az M1 elé. Én egyébként ezeket a szakértőket imádom. Az Eurovíziós szakértő nagyon jó. Időről találkozok olyan emberekkel, nagyon fura egyébként, és valószínűleg ebben a pillanatban is hallgat most egy ilyen minket, hogy az egy bizonyos dologgal kapcsolatban iszonyatosan képbe van. De annyira képbe van, hogy még azoknál is jobban, akik azt a dolgot csinálták, vagy azzal a dologgal foglalkoztak. Van egy lőrinci srác például, aki mindig, amikor összefutok, nagy rajongónk, hát mondhatni így is, sokat hallgatott annak idején minket, de hogy így egészen azt hiszem, hogy mi a lényeg? Ja, mindegy, szóval jó felsács, mennyit el. Na, de hogy régen hallgatott, igen. De hogy mondom, hogy a DJ-t, a Danubius-t, a Klassz FM-et, és mindenre emlékszik a fiú. De mert valami megdöbbentő, hogy gyakorlatilag konkrét eseményeket... Hallgattak benneteket évek óta, de hol a boga? Figyelj, konkrét megszólalásokból idéz, és szignáloknak a szövegét tolja fejből. Picit már félelmetes is egyébként. Picit rémeles a dolog. Tehát amikor elkezdem beszélgetni, akkor már azért mindig nézem, hogy merre vannak ilyen neon feliratok, hogy erre van a menekülési út. Tudod, hogy biztos, hogy kell lenni valahol ott a közelben valami kis. De hogy ettől függetlenül azért lenyűgöző. Igen. Tehát annyira rá tudnak gyógyulni, és gondolom ez az Eurovíziós szakértő is ilyen lehet. Azt én is gondolom. Aha. Hogy ezt nem előtte írták ki, hogy Béla, mi akarsz lenni Eurovízió szakértő, és akkor beírták meg Eurovízió szakértő. Hát ő még előtt a baloglámpát állította kicsit, tudod, Eurovízió szakértő, hova kell Eurovízió szakértő, hagyjuk már, ez egész egy hülyeség. Mondjuk az ilyen srácok már mindig egy picit elgondoltak, hogy közel rajta az ember, hogy még lehet, hogy a mamájával él. De egész kontinens röhögni megy ki, meg nem veszik komolyan, mi dimenzionáljuk túl ezt az egész Eurovíziót, szerintem szörnyen egyébként. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Viszont nem tudom, hogy az osztrák Conchita Wurstunkkal mi van. Én nagyon bízom benne, hogy tovább jutott, mert meg akarom őt mutatni. De most a szombati mondták, publikumnak. Azt mondták a hallgatók, illetve írták, amikor a legutóbb beszélgettünk erről, és én beblöfföltem, hogy már volt, hogy most, tegnap. Hát ezt akarom mondani. Hát ezért mondom, hogy nem tudom, hogy mi lett vele. Mert hogy tegnap énekelt, és nem tudom, hogy tovább jutott-e. Ne, ezt én értem. Ja?
Csak hogy valószínűleg akkor meg is fogják írni. Mert ők nézték tegnap, de te nem nézted. Én már csak a felvezető műsort néztem, nem, én nem kínzom magam az Eurovízióval. Akkor pont annyit tudok én is erről a dologról, mint te. Semmit. Semmit. De a Conchita Wurst, ott valaki írja már meg, hogy az én kis kedvenc osztrák is... Az én kis kedvenc osztrák badaram, a kis csalogányom, a kis drágaságom továbbította. Jó, én azt szeretném tudni. Én megkedveltem őt. Tehát ha egy nő, aki egyébként férfi, de női ruhában van, és nőként énekel, de azért a borostája az ragaszkodik, és mindezt teszi egy fürdőkádban tejjel és rózsaszirmokkal, én már szeretem. Már a kedvencem. Megint a csúcsra tudja repíteni az osztrák popzenét. Azért halljuk be őszintén, az osztrák popzenéről olyan túlságosan sokat nem tud az ember. Nagyon fura módon... Hát nemzetközi szinten pont annyit, mint a magyar popzenéről. Hát szerintem azért ők egy picit jobbak voltak, azért volt egy Falcójuk. Azért ő volt, hogy listavezető volt az Egyesült Államokban is, tehát hogy azért tudott egy nagyot dobni, aztán ott volt például a Trio zenekar, nem tudom, hogy emlékszel, a Da 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 című slágerre, annak idején. Az az egy slágerük volt. Opus Life is Life. Osztrákok igen. Voltak? DJ Bobo. A DJ Bobo nem osztrák volt. Miért ő nem osztrák? Nem. Svájci? Valamilyen svájci, de, vagy svéd, csak... vagy dán, tehát ő nem osztrák volt. Miért tudtad, hogy hazudott? Igen, és Hedvéj az örök osztrák. Mindenesetre azért náluk volt mondjuk európai, sőt világszinten is említető, vagy említető pop előadó. Igen. Náluk meg még nem. Conchita bejutott. Ne van. Conchita ott van. Nagyon jó. Imádom Conchitát. Nagyon nagy. Tehát sok mindent láttam már, hogy férfiből nő, nőből férfi, de férfiből nő, aki egyébként darázsderékkal éldegél, tök jó teste van, de ragaszkodik a borostájához. Ebben igen. A felállásban ezt még így nem. Ő kapott egy külön tojtojt, vagy pedig... De melyiket használja akkor? Melyik bejárat? Hát ez egy érdekes kérdés. Szerintem aki így átoperáltatja magát, ő női lélek, női test, tehát ő abszolút nőnek gondolja vagy magát. Tessék? Googolosba vagy átcsapkosba. Ő googolosba megy. Csak közben azért ugye ott van a borosta. Na mindegy, szóval Conchita nagyon, nagyon finom kis darab. Úgyhogy tovább jutott? Tovább jutott. Remélem, szerint... Kálai Sanders nem kap ki Conchitától. Hát hogy előbb kell végeznünk, mint Conchita, nem hagyhatjuk, hogy Conchita lenyomjon minket. Nem, borostába felvelti vele a versenyt. Az igaz. az igaz. Na mindegy. Tovább jutott Wurst, igen. Jaj, nincs hideg túlságosan, picit hűvösebb a reggel egyébként, mint tegnap. Olyan 7-8 fok van országszerte. Napos, meleg, száraz idő lehet még számítani, amíg nem jön be ugye a kislány által említett agyérgörcsöt, ödémát és szürkályogot okozó hideg front. A hepatitis, így sem úszátok. Ha nem, akkor viszont jön a hepatitis. Úgyhogy egyelőre jó idő van, picit úgymond hűvös a reggel, de nem szokásos, nem a szokásosnál hűvösebb. A jövétnek kiegyeznénk ezzel. Így van, és szép napos, száraz idő lesz, már ami az időjárást illeti. A mai napra. Hogy állunk játékkal? Nagyon jól állunk, mert hogy megnyertünk már szerintem a hetet. Igen? Most már csak egyet szépítettünk rajta, egyet buktunk. Emlékeim szerint. Csak. Vittem a hetet, azt akarod mondani? Hát némi szerepem talán nekem is volt ebben a dologban. Egyszer játszottál, ahogy látom. És az? Jól sikerült? Ja, kedden Jani játszott Józsival, Józsi kimondta az igent, hoztál egy pontot. Bocsáss meg. Igen, így történt, hát érted. Feri meg. Hát bocsássuk meg ezt Feri neki. Jó, most erre majd ki fog emlékezni, hogy azért nem játszott, mert beteg volt. Az érte, nem hozta a pontot, azt kérdez. Igen. Úgyhogy 3-1-re megyünk. 3-1-re megyünk, ami azt jelenti, hogy miénk a hét. Ezzel hetekben egyenlítünk? Még mindig csak ott vagyunk, hogy még csak egyenlítünk a hetek arányát nézve. De nem baj, jövő héten a helyszínről választunk a játékost, és ott viszont mészárolunk. Behívjuk a stúdióba, nagyon nagy nyomást teszünk rá, mindhárman nagyon nézzük, és ott kivéreztetjük. Mindig indisponáltak egyébként a hallgatók, amikor benn vannak a stúdióban. Hát, már igen, azért az ott nem egy könnyű élethelyzet, hármunkkal ott szemben állni, ülni, és ott nem kimondani a tiltott szavakat, azért az nem egyszerű. Egyébként. Jó, de csomag nélkül soha nem szokott elmenni senki. Miért titokban azt csomagot, hanem hát, utána szaladsz? És... Nem, üldözzük egyébként, még sokáig azt a hallgatót, de hogy ettől függetlenül általában szokott kapni valamit a kedves, de hogy na mindegy, ott azért az oroszlán veremben, vagy barlangban, érted, azért nem egyszerű játszani. Az nem egy egyszerű játék, igen. Jól van, lehet jelentkezni játékra. Jó, ha valakinek van kedve, még szépíteni lehet, ajándékcsomagot lehet nyerni, úgyhogy jelentkezzetek a játékra, mi pedig jövünk a hírek után. 3:47 múlt 3 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Már van, aki hármas ugrásra jelentkezik, ilyen korán. Biztosra akar menni. Igen. Hát jó, nagyon biztosan, mert hogy az... Már csak 2 óra múlva van. De nem baj. Valaki azért kértek egy popsizást német érettségi előtt? Hát, én most nem terveztem, hogy németül érettségizek, de popsizáshoz jöhet. Hát ő megy német érettségizni, és előtte akar minket elpopsizni.
Kérjétek meg a sok menő kocsival az M3-oson haladott, hogy a menetfény helyett tompítottal menjenek, mert a ködben nincs hátsó világításuk. Ezt Sityu küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na. Jól van. Oké, megnézzük, hogy ki a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Szerbusztok, jó reggelt kívánok! Hello, Edina! Szia! Szerbusz, Miskolcról vagyok. Edina, Miskolc, de jó, oda megyünk kedden. Jövő igen, kedden. Tudom, mi is ott leszünk. De jó, tényleg? Jól van, köszönjük. Nagyon helyes. Hol lesztek helyileg? Hát ti hol lesztek? Hát, na ezért kérdezem, hogy... Mi ott leszünk, ahol ti lesztek? Igen. Hogy hát te mi itt vagyunk az Egyetemvároson, de a Népkert nincs messze. Mi nincs messze? A Népkert, ahol lesztek. Jobban van, a Centrumnál lesztek. Így van. A Centrum... Mert már voltatok a Népkertnél is. A Centrum áruház mellett leszünk. Tudom, mögötte levő parkolóba. Bizonyám. Így van, ez egy új helyszín, itt még nem jártunk, úgyhogy semmiképpen. De voltatok már. Komolyan? De nem igen. Voltunk még ott. 3 éve körülbelül. De Miskolcon voltunk, de a Centrum áruház mellett még nem voltunk. Legutoljára egy busz végállomáson voltunk. Igen. Egy buszpályaudvar mellett. Na igen, ott van a buszpályaudvar. Ott ez most is a buszpályaudvar mellett van? Igen, a buzatér között van, igen. Centrumáról az hátul mögött van egy parkoló, és ott a buzatér. Ennyire tisztelik a Sanyit Miskolcon, hogy igen, teret is neveztek el. Jó, mindegy, a lényeg, hogy tudjátok, hogy hova megyünk, és hogy tudjátok, igen, hogy jövő tudjuk, és megyünk. És a lényeg, hogy jöttök. Jó, jó. Okay. Mi nem hagynánk. Helyes, nagyon helyes. Egy csomó mindent viszünk, egy csomó nyereményt. Na, hogy állunk? 3-1-re vezetünk, tehát a hét a miénk, ugye? Úgyhogy, hát bármi lehet, de megvagyunk ezzel. Kivel szeretnél játszani, Edina? Hát veled. De jó. De hogy én már játszottam, vagy az hát. Hármat játszottam hát a hétben. Hát mivel Feri nincsen. Imádnak. Így van. Hát te vagy a utolsó lehetőség, akit esetleg... Hát, csak jelzem, hogy talán. van itt még valaki. Mivel Feri nincs, így csak te vagy. Hát, hárman vagyunk. Én itt csak egy effekt vagyok, persze. Mit akarok mondani, de nem baj, jó az így. Hát neked jó, mert nem te játszol. Olyan kényelmesen. Hatalmas felelősség egyébként, hogy időbe indítsam el az órát, és egy percél állítsam meg. Megpucoltam a kis banánomat, megfogtam a kis teácskámat, gondoltam Edina bemondja Janival. Itt van a joghurt, miért edít meg pimpósot? Érted, tehát rákészültem, hogy finoman táplálkozom, mint az egy perc. Na, a banánra majd még visszakérdezek, mert... Na, ne csinálj! Meg más is van a talomba. Hát kíváncsi vagyok, mi van még. Na jó, nézzük meg, mit akarsz kérdezni, jó? Mert látom, nagyon felkészült vagy. Jani? 3, 2, 1, fire! Na figyelek, Edina, mondtad, hogy szeretnék kérdezni. Jól hallottad? Szeretnék. Jól hallottad. Kérlek szépen, a Diósgyőr azt hiszem, hogy most benne van a Bajnokok ligájába. Hol? A Bajnokok ligájába. Benne vannak, tényleg? Az Újpesttel fognak most játszani szombaton. Hát a focit kevésbé szeretem. Mármint a magyar focit. Kevésbé nézem. Sőt, soha. A tenisszel vagy otthon. A tenisz. A tenisz azt nagyon bírom. Kinek született most gyermeke, ikrek? Te tudod? Hallottam a rádióba. A Federernek. Akkor már 4 vannak, mert 2 vannak ikrek. Ezek szerint így már 4 vannak? Kiváló a szám. Nagyon jó. Neked vannak gyerekeid, Edina? Van 3 gyermekem, pont 15-én lesz a legkisebb, 21. 3 gyereked van? 3 bizony. A második gyermekem, az 23 volt januárban, a nagyfiam, az pedig március 17-én volt 27. És éves? Őt Gábornak hívják. Éves vagy hónapos? Éves. Ja, éves. Igen? Igen, te mondtad ki. Jó, de lejárt az idő egy olyan. Igen, már 3 perc. Szép volt, Edina! Jó van, ügyes vagy. Ügyi vagy. Még! Szeretlek benneteket. De jó kedved vagy. Most így megértem a játékot. A párom meg kicsurkolt a konyhába, ő Sanyi. Sanyi a párod? Hozzad őt is kedden, jöjjön Sanyi. Hozom, viszem. Na, jó. Okay. Nagyon köszönöm nektek. Köszi, küldjük az ajánlócsomagot. És néha azért vegyetek. Nem lehet azt megoldani, hogy kedden Miskolcon átadjátok? Nem.
Nem sajnos, nem sajnos, mert postán ezeket külön küldjük. Postázzuk. Így ez van. Külön megy, tőlünk függetlenül. Oké, okay, rendben, megbeszéljük. Sziasztok! Rendben, sziasztok, szép napot nektek, köszönöm! Ciao. Szia! Na, tök jó. Csak mondani akartam neki, hogy még mielőtt népünnepé lenne Diós Győrben, azért a bajnak ligája még egy picit messze van. Igen, az egy picit messze van. Csapat jó, legyen. Hát egyre ősebb volt ott a fociban, viszont ügyesen játszott, menjen te az ajándékcsomagot. Jól van. 7 óra lesz pontosan, 6 perc múlva várunk friss közlekedési híreket. Ede azt mondja, hogy a Federer után kimondta a nemet. Sólyom szemet kikérjük, megnézzük, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt 9 perce, jó reggelt mindenkinek. Hello, Jani! Szia, jó reggelt! Sziasztok, kedves hallgatók! Feri még gyógyulgat otthon, tisztítja a kis testét, hogy teljes mértékben, lélekben is és fizikailag is top formában lehessen majd veletek a jövő héten a kitelepülésünkön. Így van. Amikor is ugye elindulunk és fölállítjuk az üvegstúdiót Debrecenben, a Csapó utca és a Dósa Nádor tér torkolatánál, hogy egészen pontosak legyünk, aztán Miskolc, szerda, Székesfehérvár, csütörtök, Győr és péntek, Pécs! És ott zárjuk. Ott zárjuk a turnét. Ott már... ki leszünk fosztva. Így van. Az ajándékcsomagok a végét járják, a bögrék fogynak, a passztartókat bedobtuk a tömegbe, Jani utazott emberek kezén. Iszonyatos stage divingolt. Így van, iszonyatos karikás szemek, hulló haj, hófehér bőr, szívritmus zavarok, savanyok sikítoznak. Ez fog jellemezni minket pénteken. Így van. De még oda is készülünk sok mindennel. Milyen szűzlányok? Nem lesz a cikra már senki. Szabad szétesó. Szóval a lényeg, hogy készülünk, rengeteg ajándékcsomagot viszünk, rengeteg mindenféle kis relikviát, szponzoraink is készülnek, rengeteg mindennel kértük tőlük, hogy készüljenek, megtették, drágák, aranyosak, édesek, úgyhogy egy csomó helyszíni játék van, amit ott lehet majd játszani, és 100.000 forint KP, ugye? Amit minden helyszínen meg lehet nyerni. Ennyi. Oda kell jönni, regisztrálni kell, a végén sorsolunk valakit, és majd az egész hét után pedig a játékban résztvevők közül valaki 500.000 forint KP-t nyer. Netto, nem bruttó, zsebbe. Állambácsi, nem tud róla. Nyilván semmit nem tudok róla. Nyilván állambácsi semmit nem tud róla. Hallod, egy kicsi zsebbe nem fér bele, de hogy netto 100.000. Ez nagyon nagy dolog. Ez netto. Szerintem egyébként ez a legjobb nyeremény. Az autó is nagyon-nagyon jó. Reméljük, hogy majd a későbbiekben még fogunk majd sorsolni, de szerintem a cash a legjobb. Az mindig jó helyre megy, mindig jól jön. Tökre rendben van. Az, ami neki tud valamit csinálni, abból azt veszel, amit szeretnél. Igen, de még a helyszínen sorsolunk egyébként tableteket, kis HP tableteket, azok is nagyon klasszak. Úgyhogy... lesz favágó versenyünk, sok minden nagyon kis mulatsággal készülünk. Nagyon jó lesz, és lesz egy bónusz is, a jövétre megborotválkozok, tehát érdemes lesz velem majd fotókat készíteni. Most torzomborza nagy királyban nyomom már ezen a héten. Igen, de készülsz jövétre, fazont vágsz, igazítasz, gyantázol, csempeleszel minden? Persze. Helyes. Így van. A fazont már nem tudok vágni, mert nincs miből a fazont vágni. Ha egy ilyen kis ott már titkot megosztatok veletek. Ott már nagyon? Persze, igen. Nem, ott már nagyon nincs. Nagyon helyes. Jaj, tudod, hogy nagyobbnak látszik. Van egy cég, szóval, hogy ne tudnám, hallod, az optikai tuning. Hallod, ennyi év után azért már valamilyen irányba kell fejlődnöm. Van egy cég, olyan drágák, akik szerintem nálunk hirdetnek, mindig mindent meg szoktunk köszönni, hogy ne gondolják, hogy mi nem köszönjük meg, mert bármit kapunk, megköszönjük. Tényleg, nem szoktunk nagyon tarhálni, ritkán, de ha kapunk, amit megköszönjük, és most egy hete küldenek nekünk szendvicseket. Mert gondolom itt hirdetnek valahol, ugye, reklámspotban. Igen. Itt hirdetnek, nem nagyon láttam, vagy hallottam még, de gondolom. És ezért minden nap egy hete küldenek nekünk, tudod, ezeket a kis előre legyártott ilyen kis falatkás szendvicseket. Ma már úgy vártam, hogy... Hagyjon rá lehet csúszni. Annyira rácsúsztam, hogy ma bejöttem 6 órakor, és konkrétan szomorú lettem, hogy nincs semmi az asztalon. Érted? Tehát azt éreztem, hogy szomorú vagyok. És kimentem fél hétkor, nem volt itt, és ránéztem, és még szomorú lettem. De olyan volt, hogy egy picit így ingerült voltál reggel, és a vigyerek szólt, hogy rettet viszkedjél már! Nem, mert már lebegtek előtted a szendvicsek. Otthon még nem, csak itt. És kézzel, hogy olvastam az újságot, feküdtem kint a kis kedvenc ágyamon, lépteket hallottam, és leengedtem az újságot, mert azt hittem, megjött a szendvics. Itt vannak. Megint olyan szomorú lettem, mert Balázs fordítva a kezed az újság. Valaki elment az ajtó előtt, és nem a szendvicseket hozta. És megint szomorú lettem. És aztán egyszer csak láttam a portás bácsit ide besétálni, dobozzal a kezébe, és olyan boldog voltam, félrelögtem, és mondtam, hogy adj ennem. Tehát én ráállok, tudod, ha nincs a Feri, és tudom, hogy nincs kaja, akkor tízig kibírom, iszom egy teát, ki hoz valamit, vagy veszek valamit a büfében, de amikor tudod, hogy van, vagy tudod, hogy lehet, opcionálisan benne van a reggelben, hogy lehet, ilyen pavlovi reflexel, akkor erre én ma már így rákészültem. És kifejezetten éreztem a szomorúságot magamban, hogy nincs semmi. És mondom,
5 napig tartott csak az ajcsi. Egy hétig nem húzták ki, vagy de az nem egy kerek dolog, hogy akkor hétfőtől péntekig küldenek valamit. Jövő héten már úgyse vagyunk itt, de küldtek. Annyira na, drágák, annyira jó annyira cuki. Igen, mert amikor felül van, akkor általában kaja is van, mert az ők is elemózsiás dobozában mindig hát akad néhány kiló sonka, kolbász, szalonna és egyebek. De most nem. Most csak nem. Mondom, Anna írja, hogy még 7 hétig megy a spot, még 7 hétig. Semmi se riassza őket attól, hogy jövő hét után újra küld. Tehát, hogy ne érezzék azt, hogy most tehát semmi ne riassza őket. Jövő héten ne. Még szerencsé, hogy én nem tudok elérni a szendvicsekből. Jövő héten Zsülit van, igen. De jövő hét után, ha esetleg mi visszajövünk, és úgy érzik, hogy... Jaj, bocsánat. Még mindig szerint, tehát nem kell, hogy zavarba legyenek a saját érzéseiktől, hogy annyira szeretnek. Vagyok, látom a jövőt, és picit örülök neki, hogy vega vagyok, így nem tudok enni a szendvicsekből, mert 7 hét múlva megalakíthatnánk újra a Fat Boys. Én hát, a reggel vagyok, amikor egyedül eszem szénhidrátot. Csak reggel. Tehát már délben nem nagyon, este végképp nem eszem nagyon szénhidrátot. De reggel lehet. Tehát reggel meg van engedve. Kérünk neked majd egy patlizsán krémeset? Nem. Nem kell. Nem szeretek így, hogy én hozzam a kis saját cuccaimat. Azt akartad mondani, nem szeretsz tarhálni? Ez bár a hármunk szájából hazugság lenne. Mind hármunk szájából hazugság, mert mindig tarhálunk. Ilyet soha ha elromlik a kávégépünk, valahogy szerzünk egy kávégépet. Ha elfogy a kávé, valaki hoz egy kávé. Gyerek, aki megtanultam egyszer ezt is, ez egy nagyon szép mondás, tarhál tetszett, édesebb a méznél. Nem így? Ennyi. Fúj, de utána. De nagy igazság. Ha nem akarnak, nem hoznak. Egy persze, de mindig meg is köszönjük, drágák, soha senkit nem kérünk arra, hogy hozom kívül egyszer, amikor én üzemanyagot kértem talán. Nem szoktunk nagyon tarhálni. De azt nem használtuk el. Amúgy az azóta aztán meg nem használtuk el, mert nem tudjuk most azóta, melyik a gázolaj és melyik a benya. Hát meg állandóan lifteznek itt, ahogy hívják, az üzemanyag árakért. Tehát ki tudja, hogy mikor lesz a legopcionálisabb betölteni majd hát, az autóba. Azzal dílerkedünk. Majd megvárjuk, míg nagyon jó ára lesz, és akkor tűzre, betöltjük. A tűzrendészük örülne neki, hogyha tudná, hogy hol tartjuk. Mert egyébként mi se tudjuk, hogy hol van abban a kúpiba. Igen. Na nézzük, mit írnak, ami drága hallgatóink. Azt mondja, hogy M5 Szeged felé kis Őzbak a 18-as kilométer körül üzente nekünk Imola. Egy matrac van az M1-es 97-es kilométerénél Pest felé a belső sávban, leasinges Balázs küldte nekünk. M5-ös Szeged felé kis Őzbak, ezt mondtam. Siklóson mérik a Harkány felől érkezőket, buszos Jana üzente nekünk, és a Lébényi lehajtó hegyes halom irányában trafi. Ez már szinte állandó az M1-es autópálya 142-es kilométerénél. Visszahallgattuk a játékot, senki nem mondott ki semmit. Senki. Úgyhogy jogos volt Edinának az ajándékcsomag, úgy hallottuk mi is, hogy kimondta, de nem mondta ki, ügyes volt, úgyhogy abszolút megérdemli. Anna visszahallgatta, nem volt se igen, se nem, úgyhogy megérdemelte az ajándékcsomagot. Kérjétek meg a sok, igen, ezt kocsival érkezőt, hogy ezt már használjon ilyen vagy olyan lámpát. Jó. Van, ennyi. Viszont ha te megköszönted a szendvicseket, én megköszönöm Pintér Pinyő Csabának, a Pokolgép basszus gitárosának, hogy küldött nekem egy újra töltve élő albumot a Pokolgéptől. Legalább ilyen formába kerüljenek be szegények már a még van ilyen, hogy Pokolgép? Hogyne volna. Tényleg? Az, hogy mert te nem tudsz róluk az utóbbi 15 évvel semmit, attól ők még élnek és vizének, zúznak ezerrel. De van ezerrel. Van egy Pokolgép koncert. Jó Isten. Igen? De minek? Vagy miért? És egy ezre küldtik velük együtt a háború gyermekét, érte. Tényleg? Hát persze, imádják őket továbbra is. Hát azt hittem, hogy ők 30 éve feloszlottak. Nem. Hiszen 28 év alakultam. Nem, most így beblöföltem, nyilván fogalmam sincs, hogy pontosan mikor alakultak, de azért velük kapcsolatban mindenképpen el kell mondanom, hogy az első igazi magyar metal album az nálam egy Pokolgép volt, egy kis lemez volt, ez a Sátán és a Maszk című számok voltak rajta. Nagyon jól nézett ki egyébként az album borítója, mert hogy talpig bőrben voltak, és a Budai Várnak az egyik kapuja előtt fotózták le magukat, és akkor még a látvány elemeik közé tartoztak ezek a Darth Vader-es ilyen bödön sisakok is. Hát nyilván ezt már ők is kellemetlenek gondolják. Hát így utólag visszagondolom, nyilván ők is más stylistot választanának, de egyébként akkor nagyon menőnek tűnt. Akkor nagyon menőnek tűnt, és a legmenőbb az volt, hogy az akkor énekesünknek, Halapács Józsinak olyan öve volt, egy fém öve, ami irgalmatlanul jól nézett ki, egy nagyon széles fém öv volt, egy olyan széles fém öv, amit én minden nap láthattam a budapesti tejipari vállalatnál, mivel ez egy szállító láncból volt kivéve. Amire egyébként teljes ládát vettek. De mindenki más azt gondolta, hogy ez egy irgalmatlan menőcuc, és tényleg jól is nézett ki, mert csillogott, villogott, széles volt, kemény volt, fém volt, mielőtt egy metalzenekar énekesének a ruházata, csak hát én minden nap találkoztam ezzel bent a tejgyárban. És neked is volt ilyen? Dehogy volt. Nem? Nem. Hát miért okoztam volna üzemzavart azzal, hogy megszerzek egy filmikert a szalagból? Igen, kivágott magadnak, de mint Pokolgép rajongó. Na,
A gyermek nevelési technikákról akarok egy kicsit beszélni, mert olvastam egy nagyon érdekes cikket, és hát ugye mindenkinek, akinek van gyereke, más eszköz van a kezében, ha a gyerek rosszalkodik, hogy lehet megnevelni. Van egy Jessica Alba nevezetű színésznő. Ugye? Színésznő vagy énekesnő? Színésznő. Színésznő, Jessica Alba. Igen, egy nagyon helyes csaj egyébként. Finomka. Hát, akár ezzel a szóval is. Finomka. Így van, ez Jessica Alba. Korábban. Csak mondom, hogy az a hajó elment már, mert hogy férje van. Igen? Így van. De hogy gyermekeik is vannak. Ami még azért nem meglepő, élnek így néhány milliárdan, ugye, hogy férjük van és gyermekeik vannak. És egy érdekes dolgot olvastam róla, és az ember ilyenkor elgondolkozik, hogy a saját nevelési módszerei jók, vagy nem jók, vagy az, amit ő csinál, az jó, vagy nem. Körülbelül 10 másodperc alatt jöttem rá, nyilván szerintem nem jó. De kíváncsi lennék, hogy ki hogy fegyelmezi a saját gyerekét. Mert hogy ő azt mondja, hogy amikor rosszak az ő gyerekei, elsősorban egyébként a kislánya, akkor bezavarja a fürdőszobába, várjál, mert itt még nincs vége, bezavarja a fürdőszobába, ahol nem jó a villanykörte, és a kislánynak az a büntetése, hogy sötét fürdőszobában kell áldogálnia. Ó. Oh. Sötét fürdőszobában kell áldogálnia. De tök sötét van bent? Tehát, hogy teljesen szúrok sötét, rázárja az ajtót, és akkor... Sötét szobában, és bezárja az ajtót, igen. Atya úristen. Ha pedig ez sem hat, akkor pedig hideg zuhany alá teszi a saját gyerekét. Húha. Hát. Hanem, és ő azt mondja, hogy az ilyenfajta büntetés az nem kegyetlenség, hanem ő ennek az erejében szerinte. Hisz. Igen. És szerinte a gyerekeknél ilyen radikális módszereket kell alkalmazni. Mind a két gyermek egyébként lány, és ő így neveli őket, hogy hol az egyiket, hol a másikat, hol egyszerre a kettőt bezárja a sötét fürdőszobába. Úristen, szerintem egy alszintű fóbiát fog benne ez elültetni a sötét helyiségek iránt, hogy lehet, hogy aztán később szakemberre lesz szükség majd a kis csajnak, hogy ezt kiheverje. Szerintem ez egy nagyon-nagyon buta dolog. Mert gyakorlatilag... Azt mondja, hogy ők nem hisznek az erőszakban, sosem vernék meg a saját gyerekeiket. Már pedig ez lelki erőszaknak számít szerintem, amit csinálnak. Gyakorlatilag sokkolják a gyereket ezzel. Igen. Az idősebb kislány, ő nagyon rossz. Ő a rosszabb. Milyen jó cuki egy kislány is rossz, nem? Én már most szeretem, nem? Ugye? Tehát kislány is rossz, nagyon jó. Nyitott kapukat döngetsz, hát. És soha nem verik meg őket, de a lényeg, hogy egy kicsi helyiség az ő fürdőszobájuk, az ablakok nagyok, de a sötétség az képes félelmetessé tenni a fürdőszobát. És beküldi őket a sötét fürdőszobába. És így neveli a két gyereket. Igen, pont fordított arányosság van Jessica külseje, a szépsége és az értelmi képessége között, én úgy érzem. Ugye, gondolom, most nincs előttem az arca, mindjárt megnézem, hogy gondolnád, hogy egy helyes amerikai színésznő, aki egyébként egy törékeny nőnek néz ki, bezavarja a sötét szobába a saját gyerekét, vagy a sötét fürdőszobába, és rájuk zárja az ajtót. És... Ja, bocs. Mi van? Hát mutattam róla egy képet. Hát most mit csináljuk a potenciálodat? Ahogy mutatod, Jani beüti Jessica-ba, most ők egyet is megfordítja a laptopot, és várja a hatást. Érted, ugye? Hát figyelj, csinos csaj, tehát ez vitathatatlan. Na de miért küldesz be egy gyereket egy sötét fürdőszobában? Tehát nyilván mindenki máshogy csinálja. Tehát van, aki beismeri, van, aki nem, van, aki megpofozza, van, aki sarokba állítja. Hú, ez nagyon rossz. Mi is nagyon sok mindennel próbálkoztunk, aztán amikor 5-5-ször állítottuk a Benit sarokba, mondjuk 2,5-ös és 6-szorra fordult ki a sarokból mosolyogva, akkor föladtuk a sarokba állítást. Tehát nálunk ez például ment egy időben. Nekünk valaki azt tanácsolta, hogy ez nagyon jó. Meg láttuk ezt a Viaszaton, ezt a Dada nevel, tudod. Igen. Nagyon szeretem azt a műsor, tök jó dolgok vannak benne. És akkor mondta, hogy legyen egy büntetőszék, amire ott leülteted, és akkor addig ott ül, amíg el nem ismeri, hogy rossz volt. Hú, nagyon jó dolgokat profi, mond. Nagyon profi dolgokat mond. Műsor. Na hát idáig nem jutottunk el. Sarokbálás. Uh-huh. Nálunk ez a legszigorúbb. Beállt a gyerek a sarokba, ott állt egy kicsit, kijött. Beállt a gyerek másodjára a sarokba, mint tudom, 3 hónapúval, amikor még okosabb lett, ott állt, kijött. Majd rájött, hogy amikor sarokba áll, akkor úgy kell csinálni, hogy legyen nála valami játék. Ez amikor mondtam, hogy Benni, menj a sarokba, mert rossz voltál, gyorsan összeszedett. Na, vonzolt maga után 30 darab teleautót, játékot. És azt láttam, hogy fél órája áll a sarokba. Hát úgy, hogy igen. Jó, kicsesztetek vele. Óriási büntetés volt. A gyerek már hazajött, fölcsillant a szeme, meglátta igen. A sarkot, és bemegy. Már imádta. Játszósarok. Konkrétan egy játszósarkot alakítottak. Hol a gyerek? Keresd a sarokba, biztos ott játszik.
Szóval nálunk totális cső, tudod, és állsz ott 40 éves fejjel, és röhögsz a saját gyereket, mert egyrészt nem tudsz nagyon haragudni rá. Kettő, hogy ötödszörre küldött be a sarokba, és hatodszörre azt is egy kis matchbox megy a falon, és iszonyatosan jól szórakozik. Nem tudom, hogy jó gyereki. És mondom a Vikinek, ezt engedjük el, ez nincs. Tehát ez így ebben a formában nincs. Igen, egy picit több következetességgel lehet, hogy elértétek olyan célotokat, de így, hogy magával cipeletett egy fél játszóházat, így már nem. Igen, ez így annyira nem működött. Mi egyébként elég lazák vagyunk, tehát ebben nem vagyunk nagyon szigorúak, de a sarok vagy a sötét szobába küldés az meglehetősen drasztikus, nem? Én soha nem hittem a megfélemlítésben, szerintem ez egy nagyon buta dolog. Tehát ehhez képest kap egy makarekói pofont, ahhoz képest ez még egy jó megoldás. De most komolyan mondom. Hát persze, hát én azt gondolom, hogy ez a sötét szobás elzárás, meg utána hideg zuhany, ez olyan szintű megfélemlítés a gyereknek, hogy lehet, hogy ennek a későbbiekben nagyon komoly következményei lesznek majd ilyen lelki vonalon. Én például soha nem ütöttem meg a gyereket, soha nem is fogom, tehát, hogy én egyáltalán nem hiszek a testi fényítésben. Meg most már félsz, hogy visszajön. Hát meg most olyan lesz, akit, hogy megpördül a fejem, érte. Az a kirepülsz az őrsre. Igen, oda jön, mi van? Igen, és lefejel. Hát, és utána még egy balhorgot rá. Mert most már lecsúsztál erről. Hát igen, most már ez a vonat el is ment. És amúgy se hiszek abban, hogy meg kell egyezteni a gyereket. Szerintem egy dílt kell kötni a gyerekkel. Nem abban a pillanatban kell megbüntetni, amikor csinál valami rosszat, hanem elmagyarázni neki, hogy ha legközelebb is megtörténik ugyanez a dolog, mondom, nálunk ez így nagyjából működött, akkor valamitől elbúcsúzhat egy időre. Kedvenc játéktól, mit tudom én mostanában már, számítógéptől, televíziótól, crossmotor. Igen. A kapattól. Igen, a kedvenc lovától. Igen. Nem szállhat föl a helikopter kifutóról. És térdre csúszva kell jönni a határotig a béketértől. Nem. Tehát, hogy valamit elveszek tőle, akkor előre megmondom neki, hogy tudja, hogy az a dolog, amit csinál, az milyen következményekkel fog majd járni később. De abban a pillanatban azért, amit csinált, nem büntetem meg. Mert nem áll össze különben a fejében a történet. Tehát ez olyan, mondjuk elég meredek a hasonlat, de például, ha például egy cica oda kakil a szőnyegre, akkor abban a pillanatban meg kell büntetni, hogy tudja, hogy miért csinálta. De nem kakil a virág a szőnyegre. Mit gondolsz? Hát persze, hogy nem. Hát nem már, azért a hasonlat, mert burkoltan ezt a 9 éves kora óta szóval tiszt. Persze, hogy nem kakil oda. 11 éves egyébként, és nem kakil a szőnyeg. Érted, ott gázolunk, ahogy hívják a fahányba. Na, úgyhogy hogy a lényeg az, hogy ami az állat nem működik, az a gyereknél nem működik, de hülye vagyok, hogy ezt behoztam, na majd kapom az SMS-eket. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem akkor kell büntetni, amikor rosszat csinálta, hanem fel kell villantani neki majd a későbbi büntetésnek a lehetőségét, akkor ha még egyszer elköveti azt a dolgot. Nem, és egy lánygyerek azért egy kicsit mindig könnyebb. Én azt látom a lányokon, van nagyon sok barátom, akinek lánya van, ül a homokozó szélén, babázik negyed órát, ül az anyja ölébe, és egy ilyen barbit fésül 6 órát. Nyilván lányokból is van rossz csod, de hogy én a Benny mindig azt látom, hogy épp valami pókot üldöz, létrára mászik, fönt van a tetőn, tolja a bringáját valahova, miközben a kislányok azért sokszor nekem sokkal nyugodtabbnak, vagy kiegyensúlyozottabbnak. Hogy úgy néz ki kívülről, mert iszonyatosan cuki, hihetetlen aranyos, nem is tudsz rá sokszor haragudni, én is így egyszerűen bele voltam habarodva, most is egyébként imádom a kislányomat, teljesen nem meglepő módon. De ott áll a kis szoknyácskájába, a kis ruciá, a kis rózsaszín, kis világos, kis szandák, egy kétoldalt kis szőke, cof, angyali mosoly az arcán, és nem tudod, hogy megöled, vagy megöld. Tehát mert annyira fel tud idegesíteni, de a következő pillanatban meg már elolvadsz tőle, hogyha rád néz. Mert tudja egyébként, hogy nézzen rád ahhoz, hogy megbocsásson neki, hogy minden hülyét elfelejtsd abban a pillanatban. Nálam most az megy a Benin, hogyha rossz, akkor áttesszük másik csoportba, mert van egy kis barátja, illetve hárman bandáznak. Hárman vannak, meg egy kislány, négyen, meg két fiú, heten, meg hát... Jaj. Hogy áttesszük másik csoportba rossz. Most ez úgy néz ki, hogy 6-ot. Szerintem egy hétig fog tartani, de most nagyon elkaptuk. Most megfogtuk. El az egy hétre. De 4 hét múlva már valószínűleg... Már nem tudok mit mondani. Azt egérjétek benne ki, hogy állami gondozásba adjatok, már sem fog segíteni. Rög rajta. Kézzed el, hogy olyanokat kell megélni már most, de közben kicsit büszke vagyok rá, tudod? Tehát ez mindig jön a Viki kétségbe és a tarcom, hogy mi történt, tudod? Én is egy pillanatra megijedek, de aztán megcsinálok, yes! Tudod, egy ilyen apuka vagyok. Csak azt mögötte kell, azt hogy ne lássam, hogy büszke vagy rá. Kizavarták néptáncról, mert annyira... Hát büszke vagy, nem félreértek. Ja, a gyerek előtt nem, a gyerek mindig, hogy hallom, kizavartak néptáncról, Benni. Kizavarták néptáncról. Hát az Obiba van néptánc erdánként. És annyira rossz volt egy másik kis barátjával, kizavarták.
De mi, dobálta a csizmáját, vagy gondolom, sírva rögtek, piszkálták a lányokat, tudod, dumáltak, be nem állt a szájuk. Nagyon rossz csont, de tényleg, de közben meg kicsit örülök ennek. Tehát én magamat látom benne, én ugyanilyen voltam. Anyámat még a gimnáziumba is behívatták. A gimnáziumba, ahol már azért vagánság. Éppen azon gondolkozom, hogy most melyik egyetemre, hova mennyi tovább tanul. Anyám meg így ült az igazgatóiba, érted? Harmadikos gimnazista koromban. Nem hívatták be, hogy már gimnazista vagy. Igen. Hogy szalad az idő. És ott látta a jegyeimet is, hogy úristen. Szóval gimnáziumba is behívatták. És, igen, mert ez a vagányság, zsíványság egy picit azért életre valóság is. Csigákat tett a zsebébe, összegyűjtött kint egy csomó csigát. Anyukád, miért? Te fura. Csiga fetisista volt. Benni csigákat tett a zsebébe, szétszórta a néptáncon. És azon röhögött, hogy ott mindenki rálép meg rátapos. Hagyja húvist. Hát nem jó? Hát egyfelől igen, másfelől. Sőt, amíg elmeséltem, és mondtam, hogy ez szörnyű. Tudod, és add elő a saját gyerekednek, hogy Benni, ha még egyszer meghalsz, hogy csigákat szórsz, szóval, tudod, adj egy ötnest. Igen, azért, hogy hitelesnek kell lenni. Igen, muszáj hitelesnek lenni, mondom, hogy átteszünk másik csoportba, és ott nem leszek a kis barátaid. Azért is veszélyes egyébként ez a dolog, mert a srác számára, a gyereked számára te példakép vagy. Hogyha látja, hogy egyszer is ez imponál neked, ez a fajta vagányság, zsiválság. Nagyon nehéz. Igen. Nagyon nehéz, mert hogyha látja rajtad, hogy imponál, akkor legközelebb ez lesz a kis fejébe, azt fogja mondani, hogy apa még örülni is fog neki. Igen, de imponál, ő mindig hernyókat tesz a zsebébe, és azzal megy aludni. Aha. Hernyókat gyűjt a zsebébe. Hernyó, giniszták. És azt mondta, hogy ő azért tesz hernyót a zsebő, mert én elmagyaráztam neki. Egyszer ott ültünk a kertben, és elmagyaráztam neki, hogy a hernyó az majd mit csinál, bebábozódik, abból lesz a pillangó, remélem jól mondtam, nem mondtam semmi hülyeséget, ugye? Nagyjából a hernyó. Kb. Igen. És ő azt mondta bent az óvónéninek, hogy azért tesz hernyót a zsebébe, mert ő pillangót nevel. Mennyire ez cuki? Így aranyos. Mennyire cuki, nem? Kipakolta a zsebét, és 4 giliszta, 6 bögő, 8 talán, 2 skorpió, és egy fekete özvegy, és 3 mamba, meg 2 amazonaszi anakonda, egy kimászott a gyerek zsebéből, és az óvónők feladták, tehát mondták, hogy ezzel nem nagyon tudnak csinálni, eddig ürítették a zsebeit. Hmm. De jó, tudod, és nem tudom leszúrni ezért, vagy nem tudom neki megmondani, hogy ne csinálja. A néptánc kizavarásnál mondtam, hogy ennyi-bennyi. Jó, szigorú vagyok, nem? Szigorú. Jó, megmondtam neki, nem? Ennyi-bennyi. Igen, lehet, hogy az élőlények helyett mondjuk át kellene állod az ásványokra. Mert mégis, hogyha mit tudom én, egy-két kavicsal bemegy a zsebébe, az nem gyűjtő. Olyan nagy baj. De gondolom már, hogy kimegy a kert, és sírva menekül a flóres faula összes eleme. A giliszták felsírnak. Így van, a pajolok kimásznak a földbe, és elfutnak. Jó, hát nyilván a girisztánál élő példát kellett mutatnom, hogy ha ketté vágod, akkor ugyanúgy megy két irányba. Hát ez tényleg megmutatta neki. Én ezzel ráértél volna még egy picit később. De nagyon érdekel természet. Hogy... Tehát megsimogatja a dongót, hozzányúl a mit tudom, simogatja, lát egy kis halott bogarat, arrébb teszi, szereti a kis mit tudom, állatkákat, tehát imádja ezeket. És akkor megyünk a kertbe, és akkor magyarázunk. És keres egy élőt, hogy az a halottnak legyen egy társa is. Már egyébként ez a, ugye a bőrizom tömlőnél kell ketté vágni. Hát nem néztem, hogy hol van a bőrizom tömlő. Látod, ez az. De úgy szalad, mint a nyúl. Mint a parancsolat, mi? Nézd, hogy szalad benni, úgy is lehet mondani, vonaglott. Nem tudom, hogy a fájdalomtól, hogy amit. Most ment, vagy vonaglott, nem biztos. Ezzel még egy picit rájössz, meg később tanulják majd biológiából, élővilágból. De nem, most várjak 12 éves koráig, dehogy is. Most a mai hétvégi lecke az a gyújts meg nagyítóval egy legyet. Ja, persze, igen. És utána pedig, ahogy hívják, utána egy kis asztrofizika, és hétvégén nekiállunk a gráfelméletnek. És most nézzük, a műlából is lehet teljes életet élni. Gyakorlatilag, Zolikám, gyere majd egy pillanat! Na látod. Nem, én hiszek ezekben a tudod, ez a fogd meg, simogasd meg, tapasztald meg, tanuld meg. Tehát, hogy ezt most egy könyvből elmeséled neki, igen, de ott vagy, akkor látja, hogy két felé megy a giriszta, és akkor ő tudja, hogy a giriszta egy minden túlélő állat. Na mindegy. Szóval a legnagyobb fegyelmezési módszer, ha a kincseit elveszed a zsebéből. Igen. Arra ő nagyon és ott is szerintem nagyon fontos, hogy a fokozatosságra kell odafigyelni, hogy ne egyszerre vedd el tőle az összes girisztáját, hernyóját, bábját. Tehát, hogy csak mindig van nála kettő. Csak hogy mit tudom én, hogy először csak egyet, kettőt, hármat, tehát hogy azt lássa, hogy nem szakad rá rögtön az ég, hanem hogy tényleg a különböző rosszaságoknak megfelelően. Igen, csak tudod, mit csinál? Azt mondom neki, hogy Benni, gyere ide. Tudod, látom, hogy valami rosszalkodik a kertben. Benni, gyere ide, pakold ki a zsebeidet. Jó, mindjárt kipakolom, elmegy vissza a kertbe, bemegy a kocsi mögé, átrakja az alsó gatyájába. Ja, hát az a fejlapkos. Óriási kis játékot. Imádom. Látom rá, és ott látom a szemes sájomon, pakolt ki a zsebédet. Apuci, tök üres a zsebem. Apuci, nincsen semmi zsebem, mert is nagyon röhög. És kipakol, és tényleg semmi nincs. Mondom, nadrág, alsó gatya, elszalad meg, visszarakja a zsebébe.
visszajön, letolja a nadrágját, hogy nincs semmi, óriás. Tudod, és amikor úgy kell csinálni, hogy te nem érted, hogy hol van, de nyilván átlátsz rajta, és ő imádja, hogy azt hiszi, hogy meg tud téveszteni. Én meg hagyom magam. Tehát ahelyett, hogy leszúrnám, nyilván hagyom ezért magam megtéveszteni. És látom rajta, hogy imádja, hogy átvágta az apját, tudod. Meg állokat is mondom. Az baj, hogy neki így ez egy játék, tehát valójában te nem fegyelmezett, te nem büntetett, ez egy jutalom a gyereknek, hogy szórakozhat veled. Igen. Óriási, hihetetlen szigorú szülők vagyunk. Na jó, nézzük meg, hogy ki hogy fegyelmezi a gyerekét, mi az, ami hatott, mi az, ami nem. Jó? Tessék azt is bevállalni, ha durvább eszközökhöz nyúltok, tehát nem kell feltétlen csak azt írni, hogy simogatás, meg nem tudom. Mi működik, vagy kinél mi működik? Nézzük meg, hogy mit írnak a hallgatóink. 7:08, 3 perccel jövünk az SMS-ekkel a hírek után. 3:48, pontosan jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jessica Albáról beszélgettünk, és a gyereknevelési módszerekről, hogy kinek mi hat, kinek mi nem hatott, kinek mi volt a jó, illetve kivel mit csináltak gyerekkorában. Mert hogy ő ugye lenyilatkozta, hogy hát sötét fürdőszobába zárja a gyerekeit. Két kislányról van szó, egy 3 évesről és egy 6 évesről. És ha eső segít, akkor jön a hideg zuhany. Sötét fürdőszoba, becsukja őket, bezárja őket a sötét fürdőszobába, hogy nyugodjanak le. Nem túl gyermekbarát. Nem. Mondjuk egy nevelés sosem az nyilván, tehát az azt kell, hogy egy picit a gyerek ne annyira élvezze, de talán ez a másik véglet. Igen, igen. Mondjuk én nem tudom, hogy ez mennyire működhetett volna nálam, mert nem vagy a fürdőszobánk. Tehát, hogy... Hát téged kizavartak volna a gémes kút mellé, nem? Ennyi lett volna, igen. Vagy beengedtek volna a kútba. Vagy beállított volna apám a palánták közé, a paradicsom palánták közé, és hogyha letapostam volna egyet, akkor... Akkor még egy tasli. Akkor igen, akkor belültetett volna egy csilibe. Na nézzük egy-két esemes. Keresztfiamnak mondtam egy település nevet, és hogy ott van egy jó gyerekbolt, ahol ki lehet cserélni a rosszat jóra, és hogy az előző gyereket cseréltük be őrá. Kb. 3 napig hatott, írja egy hallgató. Ez szellemes. Én annyira bírom ezeket a kreatív szülői kis sztorikat. Ez jó. Kitaláltak egy történetet, és a történet működött, mert a kisgyerek elkezdett rajta agyalni, hogy mi van akkor, hogy ez tényleg igaz? Mi van, hogy tényleg van egy ilyen? Van ebből még egy ilyen. Szüleim, mikor kicsik voltunk, azt mondták, hogy a mokár fent lakik a padláson, és ha rosszak leszünk, lehívják. A mai napig nem tudom, ki vagy mi az a mokár. A mokár? A mokár fent lakik a padláson. Ha rossz vagy, lehívjuk. Ennél jobban nem lehet a gyereket megijeszteni. Igen, Molnár Károly kéményseprők. Igen. Engem anyu a mumussal riogatott, ha rossz voltam, kiállt az ajtóba, elváltoztatta a hangját, és úgy tett, mintha lebeszélte volna vele, hogy odaad neki. Félelmetesen jól csinálta. Györgyi. Mikor saját anyát kiáll az ajtóba, és eljátsz, hogy a mumussal beszélget. Az magány. Ott adom a kislányomat. Nem, most elviszem. Nem, majd csak legközelebb, hogyha majd megint rossz lesz, jó? Akkor vintel itt. Jó, de akkor értelek, és tették képem. Jó, 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 de csak akkor, de tényleg, oké? Na, csá, megyek vissza. És te is nagyon bejössz nekem. Én. Most elkaplak. Ne, csókot. De jó vagy. De én a mumus vagyok. Mindent elveszek, amit akarok. Mikor jön az a férjed? Mikor jön az a férjed? Mégiscsak adjám, ez az, ez az. Jaj, itt a gyereket a szobában. Mi történik itt? Akarod gyönden, ez az én dolgom, én a múlis vagyok. Nem, én is beszállni. Ne, Józsi, te már tényleg ne, de inkább te is. Ketten. Jaj, jön fel a lift, őket is várjuk meg. Gengbeng. Folytassuk a tisztelést. Ja, igen, bocsánat, mi is a téma? A gyerekneveléshez Lego kontra porcívó mindig bejön, ha nem rakja el Ági. Ági, de jó, ez nálunk is hatott ez, ideig. Igen, amíg egy fél ilyen benzinkút el nem dugult a porcívót, mert felszívtam neki a fél benzinkútját, és akkor utána mondtam, csak hogy csak az is módjával. Tehát amikor felszipatott az egész halálcsillagot érted egy rakás X-szárnyúval, Y-szárnyúval és minden mással együtt. Valaki azt mondja, hogy ha lesz gyerekem, még nincs, de ha lesz gyerekem, veszek neki egy Iker babakocsit, és megmondom neki, hogy a tesója azért nincs itt, mert rossz volt. Mekkora duma? Apa. Miért üres a babakocsi? Testvéred rossz volt. Téged is odaadunk a rossz vagy. Óriási. Jézus. Óriási. Téged. De mennyire leleményes. Szülői lelemény. Iker babakocsi. Tesod azért nincs itt, mert rossz volt. És te is utána mehetsz. Na, jössz ebédelni? Ugye? És a gyerek odaül az asztalhoz és végezi az ebédet. Apa, miért van mindenből kettő? Azért, mert volt egyszer egy testvére. De rossz volt. Egyszer szóltam neki, nem hatott. A második alkalommal. Tudod, mi történt? Tudod mi? Úristen. Én azt mondom a fiamnak, leöntöm mézzel és kirakom a hangyáknak, írja Andi. Ez jó, ez ilyen kis... Igen. De nyilván beválik, ha kivéve annyira 20 éves a fiad, akkor talán ez már nem annyira működik. Nem annyira, meg ha egy bizonyos kor alatt sem működik, mert az azért nézni kell egy-két természetfilmet a televízió, hogy tudja, hogy kb. Mi történik a méheknél, igen. Nálunk büntiszék van, 1-2 perces gondolkodás. Ez jó, ezt láttam én is ennél a Szuperdadánál, a Viaszaton. Nagyon szeretem azt a műsort. Ő is ilyen büntiszékekben hisz. Nagyon, nagyon klassz dolgokat mond egyébként. Pedig hát ott aztán vannak meredek szituációk. Tehát amilyen kisgyerekek abban a műsorban vannak, hát komolyan mondom, tehát így
Én néha ilyen rettegve nézem azt a műsort. Figyelj, én mindig, nézem, és nem, mi azért nézzük a Mikivel, hogy de jó, gyere ide, virág, megölelek, megcsukolnak. Igen, mi is azért nézzük, hogy ilyen jó fej van. Azt gondoljuk, hogy összecsaptak a fejük fölött a hullámok, és nem bírunk, és sok, és egyáltalán tényleg az egész baromi nehéz, berakom a szuperdadát, leülünk ketten, tudod, megeszünk egy vödör patokat, köszönhet, kikapcsoljuk a tévét, és azt mondjuk, hogy minden oké. Minden oké, tudod. Az egyik gyerek mászik a függönyön, a másik készül felgyújtani az istálót, a harmadik veri az anyját. 6 órán keresztül üvölt folyamatosan, az igen, húgdossa az ajtót, dobál mindent összetör, lerántja a fritőzt, a forrólajat. De jön a mágus, a suttogó, a nagy darab néni, úgy helyre teszi őket egy hét alatt, hogy ott aztán vigyázz bálna. Szenzációsan ő, szenzációsan ő. Nagyon jó. És nagyon jó dolgokat mond, tehát akinek tényleg van gyereke, és most nem, az, nem ilyen közhet, mint ne üsd meg, vagy nem ilyen dolgokat mond, hanem hogy legyél következetes, hogy milyen szisztéma szerint építs föl a jutalmazási rendszert, a büntetési rendszert, hogy vonj meg tőle valamit, hogy ő azt érezze, hogy közben ne haragudjon rád, de beismerje, hogy ő volt a hibás. Nagyon-nagyon összetett dolgokat mond, szenzációs. Tényleg ilyen suttogó olyan. Egy hét múlva visszamegy a családhoz, és a három gyerek értett késsel villával eszik, szalvétanyagba, csokornyakendőbe. Igen. Papa, mama kisimulva fekszik a heverőn. De nagyon jó. Oda nagyon szeretem ezt a műsort. Édesanyám. Drága édesanyám, édesapám. Köszönöm az ebédet, nagyon finom volt. Most bemegyek a szobámba, és megcsinálom a mázi feladatot. De egyébként az egy tanulmány, hogy ezek a kisgyerekek gyakorlatilag az egész családot vigyázva tudják állítani, és tök mindegy, hogy az apa, hogy hívják, pénzbehajtó, érted? Az anya, hogy hívják, női pankrátor, és egyébként van még két pitbull is, mindenki így a sarokba, és a szoba közepén áll egy ilyen törpe, és üvölt, és mindenki így rettegve. Igen. Úristen. Igen, de nagyon jó. A Dundi Dadus nagyon. Már nem ez a műsor címe, hogy én hívom így nagyon. Nagyon jó. Na jó, senki nem ismer be verést, meg sötét szobába állítást, tehát ilyen nagyon humánus megoldások vannak. Duci fiamnak fekvőtámasz volt a büntetés, írja Éva. De hol a bevásárlóközpont? Mondom, mert ez ott jó. Igen, meg egy bizonyos duciság alatt működik csak, mert annyira duci már nem tudja behajlítani a kezét. Így van, vagy hát úgy be tudja ajlítani, hogy föl is emeli a kezét, és megtartja a hasat. És billeg rajta, és tök rajta, és homorít, nézd, anya. Nem tudok eldőlni. Na jól van, játsszuk egyet. Jó Óven bácsival és Beru nénivel játsszuk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Diáéknál is nagy szigor van, Dia azt írja nekünk. A fiú Marcel mindig elalszik a bünti fotelben. Az is komoly, nem? A gyerek nagyon igen. A szívére vezik. Őrült cigor van. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello! Gabi! Igen. Gabi, hello! Vannak gyerekeid? Igen, van. Egy 11 és egy 8 éves. 11 és egy 8 éves. Azt a mindenit. Te hogy fegyelmezed őket? Hát szintén volt nekünk is az a bünti sarok, nem bünti szék, bünti sarok, és a játék elpakolásnál a fekete nejlon zacskó kilátásba helyezés, hogy belesöpörjük és kuka. A fekete nejlonzacskó. Ezt most elrakom, és nem kapod vissza. Én tudom, klasszikus, szépen, igen. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj, Gabi. Oké, köszi. Lovagolnak. Ne, megérkeztek Artúr királyék. Igen. Igen, lovagolnak valami ilyesmi. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Oké. Jó. Napfényjárját a szívem újra. Várjál, igen, ez még nem a dal, vagy az előadó, vagy a dalcím kellene. Jó, amit mondasz egyébként, ez a dalszöveg. Balatoni nyár. Jó. Újraérzem a balatoni nyár. Király! Milyen jó felvétel, nem? Igen, nagyon jó bőség. 5.1-es Dolby Surround. Igen, ez a fél oldalról szól még. Nagyon. Minden idők egyik legbugyutább nyári slágere, de annyira beégett a tudatba, hogy mindenki rögtön tudja, miről van szó. A retro napon lesz. Forever Club volt egyébként, Forever Club. Elnézést, hogy ezt nem tudtam. De mondta Balatoni nyár, hát Balatoni jó, láz volt a címe, de elfogadjuk Balatoni nyárnak. Jó, Gabi? Köszönöm szépen. Honnan hívtál minket helyileg? Hát most éppen megálltam Pilisszentkereszten, mert annak ért, hogy álljak meg, mert úgy jobban hallani. Erre járok minden reggel dobogókőnél. Dobogókőről jössze Szentkereszre. Már megölöm magam. Mármint nem azért, csak de imádom helyez. Ezeket a helyeket. Szép hely. Igen. Oké, Gabi, köszi a játékot, küldjük az emlékcsomagot. Köszönöm én is. Sziasztok. Hello. Na, egy nagyon érdekes témával folytatjuk majd a hírek után.
Olvastam egy érdekes cikket pár nappal ezelőtt, ami arról szól, hogy állítólag designer drogokkal rabolják ki a belvárosi szórakozóhelyek vendégeit. Ugye ezt régen lehetett hallani, hogy mindenféle dzsinát meg egyéb designer drogokat kevernek nők italába, aztán erőszakoskodnak velük. A dolog ennél most már sokkal durvább, vagy még durvább, mert hogy nőkkel csinálják, de most már férfiakat is kiszemelnek, és belvárosi szórakozóhelyek vendégeit leitatják, elviszik őket a lakására, kirabolják, és mire az illető fölébred, addigra azt látja, hogy tökéletesen üresen áll a lakása, mindent elvisznek tőle. Megszólaltatunk majd valakit, akivel egy hasonló dolog történt, mármint az ismerősével, úgyhogy érdekes lesz a téma, amivel foglalkozunk. 6 perc van pontosan, 8 óra. Jövünk a hírek után. 8 óra múlt 9 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Jani. Szevasz Balázs. Szervusz, kérlek nagy uram, minden rendben, szőröm? Hogy vagy vezérem? Minden rendben, uram? Minden rendben, padisakom. Szia uram, minden oké? Okay. Megiszunk műsor után egy jóféle sörikét? Mindenképpen Lordban sorul. Feri még nincsen beteg, ami drága Ferink a kis testével otthon pihen, néha hatalmas lapát kezeivel próbál némi kis folyadékot a szájához emelni és nektárként csepegtetni brutális alsóhajkaiba. De lesz hétfő már meggyógyulva, kipihenve, vírusmentesen, baktériummentesen, mindenmentesen jön, és ott lesz a debreceni helyszínen, mert hogy országjáró turnéra indulunk. Így van, és december után, nem, miért mondok mindig december, de karácsonyozni, vagy igen, december után, január, február, március, április, de hát ezt már ti is tudjátok. Úgyhogy akkor inkább azt mondom, hogy Debrecen után Miskolc jön, Miskolc után természetesen Székesfehérvár, utána pedig Győr és Pécset fogjuk befejezni a mi kis turnénkat. Aztán megjönnek majd a Klassznál különböző helyszínei, úgyhogy mindenki lesz, el fogunk látogatni, mindenkinek adni fogunk egy picit magunkból. Bizony, lesz még budapesti helyszínünk is, úgyhogy sok helyre megyünk. Viszont, na, ami igazán nagy dobás lenne. Azt tudod, mi lenne? Ha végig sétálnál a Blahán bókjárásra beszteled. Igen, vagy hogy megfogad, és átdobnál a Robert Károly körúton az egyik oldalra, a másikra. Nem. Hogyha Conchita Wurstot meghívnák a Harley Fesztivál. Komolyan mondom. Ezért gondolkodtam, hogy ez mekkora flash lenne. Semmilyen nem maradna éppen. De az a baj, két Harley és két mojito után szerintem be is vállalná Conchitát. Tehát, hogy figyelj, Conchita nem lenne ott a borosta. Azért, de most gondold el. Conchita nem rossz. Tehát férfi szemmel Conchita nem rossz. Conchita Wurst, headliner a Harley Fesztiválon. Az a baj, hogy utána ledarálnák. Az mekkora hátul lenne. A backstage-be viszont három ilyen szakállas bőrgyek is szétszedni. Biztos, hogy ott lennék. Biztos, hogy nézném. Biztos, hogy jó kellő távolságból, nehogy engem is magával sodorja majd a rajongó tömeg. De hogy azért megnézni. Gyerekek, én neki drukkolok az Eurovízión. Nyilván Kálai Sandersnek is, mert hogy ő magyar induló, ugye, de hogy abszolút. Igen, tehát, hogy is hajrá, Sanders, come on Sanders. Neki is rukkolok, de így mellette Conchita Wurstnak rukkolok. Tehát Conchita Wurst zseni. Ő egyszerűen elképesztő, illetve azért a lengyel versenyzők is nagyon kellemesek, pontosan a tánckar. Igen, nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatónak, aki felhívta a figyelmemet a tánckarra. Megnéztem azóta az ők is számokat, nagyon szurkolok nekik, hogy mire tovább jussanak. Minél többet szeretnék látni abból a színpadképből. Budapesten a Keletinél erős a forgalom, elfoglalták helyüket az illegális árusok. Ma is akció van, szép napos idő lesz, jelenleg 13 fok van, szél nincs. Anyám szerint az opera az, amikor egy fickót hátba szúrnak, de az nem vérzik, hanem énekel. Csumi Erik. Erik hazaért, köszönjük. Erik megérkezett, hello Erik. Nagykörösön a balatoni út-11-nél fekete Renault indul a suliba. Az övet kapcsolják be, és mindenki álljon félre. És puszi nekik, és majd sietek, és ennyi. Jó. Budakeszi út tiszta, lehet haladni, de a sikerhez vezető út karbantartás miatt lezárva. Írja István, mi van ma? Mindenki humortablettát eved? De ez tök jó egyébként. Ma mindenki vicces ömlét reggelizett? A kreativitás világnapja van? Nagyon mi jó. Van ma? Tényleg. Milyenek az Árpád-fejedelem úton Budapesten? 40-es tábla van. Hát ez már szinte ezen SMS-ek után csak egy közhelyszerű közlekedési SMS-nek tűnik. Ez Csaba küldte nekünk, köszönjük szépen. És az M3-as 42-es kilométerénél Miskolc felé most készülnek fotózni, meglehetősen elbújva. Köszönjük szépen. Conchita azt jelenti Csita fia. Szanyi. Így is van. Ja. Na! Egy kicsit komolyabb témával folytatjuk, sőt nem is kicsit, sokkal komolyabb. De érdemes róla beszélni, mert hogy két napja olvastam egy cikket, és azóta ez a dolog foglalkoztat. Tudtam, hogy a designer drogok használatának, meg mindenféle nyugtató használatának most már bárki kit van téve, aki elmegy szórakozni,
De hogy ilyen méreteket öltsön a dolog, azt nem tudtam és nem ismertem. Sokan járnak ugye különböző szórakozóhelyekre, mindenkit felkészítenek az ügyben, hogy ne fogadjon el idegentől italt, vigyázzon magára, meg van néhány elvetemült, aki ugye designer drogokat, mondok inkább parti drogot, mert meggyűlt már ezzel a bajom, ezzel a szóval. Mindegy, meg december, Debrecen. Parti drogokat használva elkábítanak elsősorban lányokat, és utána ugye, ha nincs, aki megakadályozza, akkor akár meg is erőszakolják őket. Az eset önmagában már szörnyű, de hogy most már nem csak nőkkel csinálják, hanem férfiak is áldozatul eshetnek, és az eset arról szólt, amit olvastam ebben az újságban, hogy tulajdonképpen kiszemelnek jómódú férfiakat, akinél olyan sluszkulcsot látnak, olyan pénztárcát látnak, elkábítják őket ilyen vagy olyan módon, és aztán pedig felmennek a lakásába, ahol az áldozat ugye mit sem tud magáról, akár néhány napig is teljes fémszakadással fekszik otthon, míg az ő lakását közben az autójától kezdve a laptopjáig, a leszerelt tévéig mindent teljesen üresre pakolna. Na, akkor nekem csak a nem érőszetől kell félnem továbbra is, mert nálam úgy családnak semmi olyat, ami alapja. Hát, nem tudhatod igazából, de hogy a dolog azért az egyre keményebb, és most már nem csak egy ember csinálja, vagy elvétve csinálják, hanem hárman, négyen, öten teljesen profin kiszemelve az áldozatukat, körbejárva, leválasztva a társaságról, a társaság többi tagjáról, először elszaparálva, majd aztán ugye elkábítva, és a végén hazaviszik és kirabolják. És úgy csinálják szerinted egyébként, hogy igen? Mert hogy ez a hazaviszik és utána kirabolják. Most, hogyha maga tehetetlen az illető, akkor honnan tudják meg a címét? Megnézik a papírjait? Megnézik a papírjait, tudsz olyan állapotba kerülni, hogy el tudod mondani, van, akit bankautomatához kérnek és lekéretnek vele pénzt. Tehát olyan szereket használnak, amikor nem teljes filmszakadás van, vagy csak a végén van teljes filmszakadás, hanem egyfajta befolyásoltság alatt állhatsz, így van, és megteszel olyan dolgot is, amit egyébként te józanul nem biztos, hogy megtennél. Vagy nem tűnik föl, hogy éppen mentek a lakásodra, elmondott, hogy hol laksz, bódult vagy, oda vezeted őket, de nem gyanítasz semmi olyat, hogy mi történt. Mindenféleképpen érdemes szerintem erről beszélni, meg kell is. Elsősorban, hogy jövőbeli hasonló eseteket az ember megakadályozzon, meg hogy egy kicsit többet megtudjunk a működéséről, mert sokan legyinthetnek és mondhatják, tudod ezt a tipikusat, hogy velem ez úgyse történik, meg én vigyázok. De mindjárt, ha halljátok a megszólalót, akkor azért rájöhettek, vagy rájöhetünk mi is, hogy bárki áldozat lehet, mert hihetetlenül profin és összeszedetten csinálják. És hogy mennyire kell most már tényleg figyelni, hogyha elvesz egy szórakozó helyre, hogy nem az a jó hozzáállás, hogy ez velem úgyse, hanem figyelni magadra, illetve figyelni a társaságra, akivel vagy, mert hogy sokszor az sem biztosíték, hogy mondjuk 5-6-an vagytok, mert leválasztják az illetőt, és ha valakit a te társaságból egy pillanatra is mondjuk szem elől tévesztesz, vagy nem találod egy ideig, akkor azonnal elkezdeni gyanakodni és keresni kezdeni a szórakozóhelyen, és nem azt mondani, hogy jó, hát biztos elment valakivel bulizik. Tehát, hogy már ennyire gyanakónak kell lenni. De mennyire kemény egyébként, hogy nem is tudsz lelazulni normálisan, mert hogy már arra kell figyelned, hogy nagyon durva, hogy begyináztassanak. Fogni az italodat, igen, nem elfogadni. Szóval, hogy ez kemény, és ez budapesti szórakozó helyeken is van, vidéki szórakozó helyeken is van, és ez most nem holmi kamaszok csinálják csak azért, hogy néhány jó pillanatot szerezzenek maguknak, hanem egészen profi csapatok, akik összeállnak és erre szakosodnak. Itt van velünk Robert. Hello, Robi, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Csak hogy tisztázzuk a dolgot, te valamiről beszélhetsz, és valamiről nem beszélhetsz, ugye? Abszolút így van. De azért arról beszélhetünk, hogy mi az, amiről nem beszélhet, ugye? Hát amiről nem beszélhetek, az egy velem megtörtént eset, ami most már bírósági szakaszban van a nyomozás lezárása után. Uh-huh. És mivel nem csak én vagyok érintett benne, hanem többen is, így a többiek miatt nagyon erről nem beszélhetek a bírósági eljárás végéig. De alapvetően az, amivel felvezetted, nagyjából egy hasonló esetről van szó. Uh-huh. Te tulajdonképpen te is egy áldozata voltál az ilyen típusú eseteknek, amiről meséltem. Abszolút így van, igen. És hát nekem elég csúnyán végződött, mert akkor azon az estén, amikor ez történt, akkor többek kellett megtörtént. Én kórházba is kerültem, és hát nem volt egy jó vége a dolognak, vagy hát nem volt egy jó kimenetele. És a többiek egy kicsit könnyebben megúszták. És hát én utána kezdtem ezzel jobban foglalkozni, hogy tulajdonképpen hogy is sikerül ezt az embernek így benyelni, mert hogy elmegy szórakozni, nem gondolja azt, hogy nem tér haza, vagy nem úgy tér haza, ahogy akar, vagy ha hazatér, akkor úgy tér haza, hogy nem feltétlenül egyedül.
Uh-huh. És a te esetedről konkrétan azért nem beszélhetsz, mert amit mondod, most van elsőfokú ítélet, tehát zajlik az ügy, de akkor legalább megvannak a tettesek, ha jól értelmezem, nem? Tehát vártok a másodfokra. Igen, és azt hiszem, hogy pont ez a kérdés indokolja azt, hogy miért kell figyelni a többiekre, mert hogyha ha én akkor nem vagyok végtelenül egoista, és nem keresem azt, hogy ez velem hogy történhetett meg, hanem belenyugszom abból, hogy hát akkor így jártam, akkor 5 nap alatt történtek után nem lett volna rács mögött az egyik illető, 7 nappal később pedig a másik. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy az ember, hogyha ilyesmi történik, akkor igenis vegye fel a lépofelt, aztán járjon a végére, mert akkor tudja megoldani, tehát akkor lesz ennek vége. Tehát velem is olyanok bántak el, akiknek nem ez volt az első. Tehát, hogy ezek általában nem ilyen hú, péntek este van, találjuk ki, hogy honnét szerezzünk pénzt, vagy bármit emberek, hanem ezek nagyon szisztematikusan erre gyúrnak, ezzel foglalkoznak, hogy kifigyelnek dolgokat, szokásokat, embereket, helyeket, szórakozó helyeket, társaságokat, és aztán kihasználják azt, hogy esetleg vannak társaságok, akik rendszeresen oda járnak, akár hetente visszatérő vendégek. Sok esetben egyébként hallottam olyat is, azok közül, akik például, akikkel megtörtént, tehát akikkel én azután beszéltem, hogy kivel mi történt, hogy egyáltalán összetudjam rakni a képet, hogy mi is történhetett akkor, akik elmondták, hogy tulajdonképpen azt sem tudják, hogy mi van velük, hogy történt, miként történt, és először nem is akartak ezzel rendőrségre menni. Nézzük az elejétől kezdve akkor, hogy mi történt. Amiről nyilván mesélhetsz, vagy most nem a te esetedet, hanem akkor ugye a levont tapasztalatokat, hogy történt, ha elmondhatod, hogy veled mi történt, vagy miből jöttél rá, tehát ami nem érinti nyilván a bírósági szakaszt. Csak kicsit az elejétől kezdve, hogy ez a dolog, ez hogy indul, aztán majd levonjuk a következtetéseket, hogy mire kell figyelni, de mégis hogy történt, vagy mi történt. Itt jön a lényeg, hogy én igazándiból az előzményekre nagyon nem emlékszem. Én már a végkifejletnek a részese voltam, tehát hogy én már az ébredésnél kapcsolódtam be a saját életembe, ami egy elég érdekes dolog, mert hogy hát az a ter, amit én kaptam, az egy ilyen rövid távú amnéziát is okozott, tehát hogy nagyjából egy héten keresztül nem nagyon tudtam, hogy mi történik körülöttem, tehát hogy azután, hogy észreztem, majdnem egy hétig ilyen totál változó hangulat változásaim voltak, egyszer nagyon jó kedvem volt, egyszer nagyon büzét rossz kedvem volt, egyszer nagyon ingerült voltam, egyszer nagyon zárkózott, tehát hogy nyilván az ember ilyenkor azt gondolja, hogy történt valami trauma, és akkor ez amiatt van, de nem, hanem azok a gyógyszerek, vagy azok a készítmények, amiket ilyenkor használnak, azoknak vannak ilyen mellékhatásai. Tehát én is, amikor fölébredtem, akkor azt se tudtam, hogy mi van. Tehát hogy néztem körül, hogy akkor hol vagyok, hogy kerültem ide, mi történt, hogy történt, és semmi kép nem volt. És én minden ember ilyenkor arra gondol, hogy úristen, hogy lehettem ilyen hőgyegit ittam. Mennyi ideig tartott? Azt tudod, hogy milyen nap volt, vagy hogy hány napot voltál ilyen állapotban? Hát nagyjából egy napig voltam ebben az állapotban, ugye nekem elég vicces volt ez a helyzet, mert engem a kollégáim vittek kórházba, és aztán egyik kórházból a másik kórházba már mentővel, és nagyjából egy nappal később ébredtem föl, illetve hát egy nappal későbbtől vannak foszlányok, amire emlékszem, és aztán hamar kiderült, hogy igazándiból nem azért van a filmszakadás, mert túl jól sikerült a buli, hanem valami teljesen más dolog, és tulajdonképpen itt a lényeg, hogy mindenki úgy áll lehet hozzá, hogy filmszakadás, és akkor a család meg a barátok is, hogy na látod, nem kellett volna annyit inni, és sokan nem is gondolják végig, hogy nem feltétlenül erről van szó. Hogy történt a dolog? Tehát amikor te ezt elkezdted fölgöngyölíteni, akkor mire jöttél rá, hogy csinálják? Ugye van egy csomó minden, hogy dolgoznak, mit csinálnak, milyen eszközöket használnak, mi a trükk, hogy választanak le valakit a társaságba. Erről tudsz mesélni egy kicsit? Erről tudok, nem konkrétan az én esetemről, mert arról nyilván nem vagy a miénkről, de azok, amiket azóta kiderítettem, én most ugye másfél éve folyamatosan próbálok ezekkel a dolgokkal így foglalkozni, meg most már több ilyen középiskolás osztályfőr, aki órán voltam, hogy egy picit próbáljam az embereket arra készíteni, hogy figyeljenek oda. Nagyon egyszerű dolgokat használnak ki. Például gondolj bele abba, hogy ülsz egy asztaltársaságnál, csak mindegy, hogy mit isztak. Tudod, hogy bármilyen italba bele lehet ezeket a dolgokat keverni. Italoztok, valaki elmegy a WC-re, a pohara ott marad az asztalon, beszélgettek tovább. Észre sem veszitek, hogy mi történik. Jobb könyököd mellett nem figyelsz, hogy a pohárral mi lesz. Aztán az illető visszamegy, leül, következő vészére meneterkor kimegy cigizni, elmegy táncolni, összefut valakivel, nem jön vissza.
és föl sem tűnik neked az, hogy órák óta esetleg nincs ott feltétlenül, mert mondjuk emlékeztel rá, hogy úgy igen, kiment a mosdóba, kiment ide, elment táncolni, vagy bárhova. Aztán másnap délelőtt, amikor hazaértek, így mindenkinek beugrik, hogy hoppá, valaki lemaradt a társaságból, elkezdtek telefonálgatni, hol van, merre van, és aztán kiderül, hogy hát valójában otthon van, mondjuk egy üres lakásban, vagy valamelyik kórházban. Aztán a másik ilyen tipikus példa, amikor lányoknál elmegy az egyik táncolni, vagy elmennek közösen táncolni, valaki valakivel így elkezd komolyabban táncolni, és aztán nyilván senki nem akar zavarni, így aztán mi történik? Mennek mindenki a maga dolgára, majd másnap reggel élménybeszámoló elmarad. És ugye itt az a fontos, hogy mindig azt mondják, hogy ne fogadjunk el ilyet senkitől, ne hagyjuk a üvegünket csak úgy magára, meg hogy figyeljük, hogy a pultos mit szolgál ki, de általában nem itt történik a gond. Tehát nem véletlen, hogy ez még mindig megtörténhet. Ilyeneket használnak ki, amikor egyedül marad a pohár az asztalnál, vagy például ez a történesen az egyik szer, amit én kaptam, az egy kórházi gyógyszer, amit arra használnak, hogy műtét előtt a betegeket egy kicsit elkábítsák, hogy kvázi úgy menjen be a műtőbe, hogy ő neki nem fáj, vagy nem fél. Ez lebomlik ez a szer, vagy pedig ennek a szernek a jelenlétét ki lehet mutatni? Az a baj ezzel, hogy ezek a szerek néhány óra leforgás alatt tulajdonképpen kiürülnek a szervezetből. Az én esetemben is tulajdonképpen orvos szakértő állapította meg, hogy mi is volt ez. Ez egy elég hosszas folyamat, tehát hogy a legtöbben ezt így nem csinálják végig, hogy akkor ezeket a különböző teszteket, meg vizsgálatokat megcsináltatják, mert hogy itt tulajdonképpen végignéznek egy időablakot, és megnézik, hogy ott mikor mi történt az emberrel, milyen tünetei voltak, hogy volt, miként volt. Nagyon fontos az, hogy amikor az ember tanúvallomást tesz a rendőrségen, akkor ők igenis kösse az ebbet a karróhoz, hogy nem ivott annyit, hogy... De miért ez tapasztalás volt, hogy azt mondták, hogy biztosokat itt állhatjuk, tehát hogy ezt érezted, hogy van egyfajta előítélet? Hát, nem csak az, hogy előítélet, hanem ez van. Tehát ezekkel az ügyekkel alapvetően a rendőrök nem szeretnek foglalkozni, mert ez egy kényes téma, legtöbbször nem lehet a végére járni, vagy ha a végére is lehet járni, nagyon nehézkesen, maszterás az egész, és egyszerűbb elrendezni annyival, hogy túl sokat itt áll apám. Igen, jól berúgtál. És egyébként az a durva benne, hogy még te is elbizonytalansz adott esetben, mert számomra egyébként abban, amit te most elmondtál, a legijesztőbb az, hogy van egy olyan periódusa az estédnek, amikor fogalmat sincs, hogy mi történik veled, és reggel, amikor felkelsz, igazából nem is áll össze a kép. Tényleg te is azt gondolod, hogy hú, tegnap este jól bekarmoltam. Aztán észreveszed adott esetben, hogy eltűnt a pénztárcát, hogy nincs meg a mobilod, hogy elment a laptopod, és hogy mondjuk fel van törve a zár az ajtódon. Tehát, ez egy felnőtt hozzáállása, de képzeld el azt a 16-17 éves, aki elmegy egy fesztiválra, fiatal, elmegy ide, elmegy oda, sorban áll a WC-nél, a másik elmegy addig hamburgert venni, és így tovább, nem jön vissza, nem foglalkozik vele, mert majd a sátornál találkozunk, és így tovább, majd aztán reggel, mikor részhez tér, vagy másnap délután, gondoljatok bele, szerintem mindenki látott már fesztiválon valamelyik sátor mellett fekvő fiút, lányt, akiről megjegyezett, milyen rohadt jó esteje volt, és nem tudhatod, hogy annak valóban annyira jó esteje volt, vagy éppen üres a zsebe, és minden létező tudtát a sátrából kirámolták. Tehát, hogy képzeld el ezt az embert, aki fölébred, fesztiválon, ne agyisten, első fesztiválozó, és húha, annyira jó volt, annyira sokat ittam, szülőknek nem meri elmondani, barátok előtt ciki, inkább letagadja, vagy azt mondja, hogy fú, basszus, valahol elhagytam, keresi, nem találja, nem tudja összerakni, hogy mi van. Ennyiben nehéz az egész ennyiben is marad. Figyelj, az áldozatokat hogy szemelik ki egyébként? Nyilván arra gondol az ember, hogy órát, cipőt néznek, vagy lányoknál táskát, mondjuk lányoknál ugye nem csak az a cél, hogy kirabolják őket sajnos, de hogy mondjuk férfiaknál. Látom, valaki súgott. Nem, pusztán józan parasztészben, hogy mondjuk onnan tudják megállapítani, hogy kit érdemes kirabolni, hogy megnézik, hogy milyen óra van rajta, milyen pénzt van rajta. Én például rendszeresen így leteszek dolgokat valahova, ezért például mindig az autó sluszkulcsát, így a mutató ujjamra rakom a karikát, és úgy fogom meg a sluszkulcsot, aztán amikor bemegyek valahova, akkor az iratokkal, egyebekkel együtt így tenyérrel leteszem az asztalra, leveszem a karikát, és ott marad az asztalon a forgalmi, az egyebek és a többi, mert hogy ott szemmel tudom tartani, ugye, mert ez ott van, látszik, és a többi. Tehát ez egy fontos ilyen ismertetője, hogy az embernél mondjuk milyen sluszkulcs van. Aztán nyilván a ruha, tehát hogy férfiaknál is ugyanez a játék működik, mint a nőknél, hogy milyen ing, milyen napszemüveg van az illetőn,
milyen telefon van az illetőnél, bár egyébként ebben van egy fura változás, egy ilyen fél éve hallottam a rendőröktől, hogy mostanában a telefont azt nem tekintik mintának, mert hogy van egy 2-3 olyan márka, aminek egy-egy terméke nagyon, nagyon exkluzívnak számított korábban, de hogy mostanában most már annyira nem elterjedt, hogy figyelj, hogy és ilyenkor, már nem ilyenkor lakáshoz kísérik őket, és effektíve kirabolják? Tehát ami mondjuk veled is történt, vagy ami az áldozatokat én történik, tudok, hogy letesznek tudok a lakásba, és üresre pakolják a lakásodat? Tudok olyan esetről, 4-30 év körüli férfiról, Siófokon történt tavaly nyáron, hogy biztonsági kamera rögzítette, hogy saját maguk ürítik le a bankszámlájukat, és adják oda az illetőknek az összes vagyonukat. Majd másnap egy parkban ébredtek, és azt se tudták, hogy merre vannak, és a videófelvételből derül ki, hogy tulajdonképpen ők mit is csináltak, és hogy jártak. Olyanról is tudok, akit tényleg azt tört. Ugye ezek a készítmények, ezek hát ilyen bátorság szérumnak szokták hívni őket így kórházi körökben. Pont az a lényegük, hogy így egy kicsit a félelem érzetet, meg az emlékezetet kikapcsolják, és az történik, hogy néhány órára teljesen megváltozik a hozzáállásod, és így úgy nem fél semmitől, nem tűnik semmi rossznak, minden jó ötletnek tűnik, és így tovább. Így aztán nem tűnik rossz ötletnek az, hogy valaki azt mondja, hogy jó, menjünk, igyunk még, itt tudom én, akármi, és nem, tehát nem is tudsz magadról. És legtöbb esetben ezekre a dolgokra utána nem is emlékszem, mert ilyen néhány a beadás utántól kezdve, amikor ezek elkezdenek hatni, rákövetkező 7-8 órás időintervallumban, ha te ébren is vagy, tulajdonképpen az egy ilyen purgatórium, amire utána nem fogsz emlékezni, vagy ha igen, akkor nagyon-nagyon minimális foszlányok maradnak meg, amiből nem tudsz rekonstruálni egy komplett sztorit. Ez igaz, hogy most már azért nem egy ilyen 16 éves hülye gyerek csinálja, hanem profi módon. Egyetlen egy esetről sem tudok, ahol ez egy emberről szólt volna. Általában mindig van egy valaki, aki kifigyeli, kvázi sűrűn jár oda, valószínűleg a személyzet is ismeri, ne adj Isten, még tudatlanul, de jobban is van vele. És van egy másik, aki tulajdonképpen végrehajtja, aztán egy idő után ez összeér, mert amikor oda jutnak az emberek, hogy kvázi ki kell rámolni egy lakást, azt általában már ketten vagy akár hárman csinálják, és végtelenül nyugodtan. Tehát az összes eset, akiről tudok meg, amit én láttam, ott minden alkalommal teljesen nyugodtan, higgadtan, akár egy költözés vagy bármi formájában úgy rámolják ki a lakást, hogy még a szomszédoknak sem tűnik föl. Ez nagyon érdekes, klinikai tisztasággal hagyják ott a lakást, tehát egy új lenyomat, egy semmi nem tehát marad. Ezek most már tényleg két hülye gyerek, két cigilopás közben, tehát hogy full profin csinálják. Abszolút nem, tehát például a mi esetünkben nekünk egy házi buli volt egy-két héttel korábban, és hát nyilván az ember takarít, de nem új lenyomatokat, és a mi esetünkben például nem találtak egyetlen egy használható új lenyomatot sem a lakásban. Tehát, hogy olyan szintig. Te most hány elkövetővel állsz szembe első fokon, arról beszélhetsz, hogy egyedül, ketten, hárman? Kettő, és mind a kettő tulajdonképpen beismerő vallomást tett, mert hogy nem tudtak. Minden van a számlájukon? Arról azt mondhatod? Hát 6 eset konkrétan. Tehát 6 olyan eset, amit az én ügyemmel együtt tárgyalnak. Ebben rablás van, vagy rablás is, vagy nem erőszak is? Nem érőszak nincs, rablás van, illetve, hát most lehet, hogy most lépem át a küszöbet egyébként. Jó, az a vigyáz, nem akarok rosszat, csak kérdezem. Hát rablás, illetve ugye vannak súlyosbító körülmények, mint ugye nálam is az okozott hatás. Ezeknek a szereknek az a baj, hogy nem tudhatják, hogy milyen mellékhatásai vannak. Ugye, amit nem árt tudni, főleg akkor, hogyha esetleg fiatalok így elmennek bulizni, hogy ezeknek a szereknek a legtöbb mellékhatás ez a légzés elégtelenség, a máj, a vesének a hirtelen föllépő zavara. És ezekkel az a baj, hogy képzeld el azt, hogy mondjuk van egy teljesen egészségesnek tűnő ember, de mondjuk antibiotikumot szedett, vagy szedett valamilyen gyógyszert, ami ezzel nem fér össze. És igen, nagyon sok ilyen van, mert ezek nagyon speciális gyógyszerek, ezek annyira irányítottan hatnak az idegrendszerre, hogy nagyon sok mindennel van ellenjavallatuk. Most képzeld el, hogy ezt valaki beszedi. Elalszik, elkábul, ott marad egyedül, fölléphet, mivel evett, mivel ivott, az alkohol nyilván, hogyha még az is játszik. Hát vagy egy egyszerű gyógyszer allergia is. Van,
persze, hát nyilván naivitás az feltételezni, hogy ők ezzel foglalkoznak, tehát hogy... Igen, tehát hogy itt az a baj, hogy annyi mellékhatás lehet, és a leggyakoribb például a fulladás, és spontán belefullad az ember. A szórakozó helyek szerinted tudhatnak róla? Vagy van egy-két szórakozó hely, vagy hallottál esetleg olyat, ahol a szórakozó helyen belül egy-két alkalmazott mondjuk összejátszott ezen emberekkel? Tudok olyan helyről, ahol igen, konkrétan egy esetről tudom, ahol igen. Nem tudták sem bebizonyítani, sem tagadni, de érdekes módon az illető magától fölállt, és ott hagyta a szórakozóját, és nem dolgozott ott tovább. Aha, azt a mindenit. Hát nagyon kemény, csak te most mész a másodfokú ítéletre, nem? Vagy most várod? Igen. Hát még nem volt meg a tárgyalás, de igen. Nem volt meg a tárgyalás. Hát reméljük jó sokat kapnak, és jó sokáig börtönben lesznek. Azért ez jó néhány év, szóval aki kicsit is ismeri a BTK-t, azért ez nyilván nem 1-3 évig terjedő, tehát ez akár több is lehet. Ennek a jóval többszöröse. Csak ugyanakkor meg hihetetlen ijesztő a történet, mert legalábbis abból, amit elmondtál, számomra az jön le, hogy igazából ez azért kivéthetetlen. Tehát amikor szórakozni megy az ember, nem mehetsz mindenhol, nem mehetsz táncolni, úgyhogy üveg van a kezébe, hogy ezt látod már a szórakozó, hogy pohárral táncolnak, odaadod a barátodnak a kezébe az üveget. Szert akár csaj is lehet például, nem feltétlenül nem egy pasi. Poharadat, nem iszol bele üvegbe, ha nem előtte nyitották ki, nem fogadod el, ha valaki rendel egy piát, nem iszol bele, ez így van. Reflexből így működöm én is. De amikor egy kicsit kezdesz beszívni, akkor ezekre is oda tudsz vigyelni. Vagy ott van a barátod, aki kiveszi a kezedből. Igen, muszáj így működnie. Abszolút. Tehát a társaságban mentek, az nincs, hogy valaki eltűnik öt. Persze nálunk legalábbis nagyon-nagyon így működünk, de szerintem egyre többen egyébként. Mondjad, figyelünk. A következő klasszifemes filmvetítésnél nézzétek meg a hollywoodi filmeken, mit csinálnak, amikor mosdóba mennek, ide-oda kimennek egy társaságból, mindig fölpintik a pohárban lévő összes üdítőt, összes italt, és tisztában vannak azzal, hogy amikor visszajönnek, az a pohár üres volt, tehát abból nem isznak. Tehát ilyen nagyon egyszerű apróságokra, ha odafigyel az ember, azért nagyon sok mindent ki lehet védeni. Tudok olyanról, hogy ott hagyta a poharát, és aztán a végén mégis került bele valahogy ital, visszajött a mosdóból, megitta, és ott volt a baj. Tehát ilyeneket, hogyha az ember figyelembe vesz, hogy mielőtt elmegy mosdóba, mielőtt elmegy táncolni, akkor ezt az utolsót inkább fölhörpint, és úgy megy el, hogy tudja, hogy nem hagyott ott semmit. Vagy ha valaki kimegy dohányozni, vagy elmegy akárkivel, általában az egy jó trükk, hogyha az ember odainvitálja a másikat. Nyilván nem akar zavarni, de megismerik mondjuk megismerkedik egy illetővel a testvéred, barátnőd, barátnője, és így tovább, akkor az már egy gyanús dolog, hogyha nem ül oda az asztaltársasághoz. Tehát, hogy azért ezek ilyen látható dolgok, hogy nagyon elvonulnak. Azért az első estén ez nem jellemző, hát akkor nyilván hát odajön, megkívjátok egy italra, beszéltek vele. Tehát ilyenekkel azért ezek nagyon jól ellensúlyozhatók. Én amikről tudok esetek, ezek mind elmaradtak. Uh-huh. Tehát ezt így elfogadták a társaságok, hogy jó van, akkor hadd menjenek. Uh-huh. Hát sajnos ezeknek a reflexeknek be kell épülni, igen. Jó, hát köszönjük szépen, hogy elmondtad ezt nekünk. Reméljük, hogy másodfokon is a dolog úgy megállja a helyét, hogy nyilván minél előbb ítélet születik. És nekem szerencsém van, nálam biztos, hogy nem lesz nekik visszaút, úgyhogy, vagy hát a mi esetünkben, úgyhogy én tényleg azt javaslom mindenkinek, és főleg a családnak, barátoknak, hozzátartozóknak, hogyha ilyen van, akkor ne hagyják annyiba, és ne engedjék ezt annyival elrendezni, hogy édesfiam, édeslányom nem kellett volna annyit inni. Illetve azok, akikkel megtörténik ez, az az üzenetem, hogy ne gondolják azt, hogy ez most egy olyan dolog, ami szégyelni való, vagy bármi. Ez sajnos jelenleg Magyarországon, meg főleg Európának így ezen a részén annyira dívik, és annyira mindennapos, hogy igenis ezzel csak egyféleképpen lehet versenyezni, hogyha az ember fogja magát, és ez bevállalja, elmegy a rendőrségre, és nem hagyja annyiban, hogy 30 nap múlva lezárják a nyomozást. Oké, köszönjük szépen, hogy elmondtad. Köszönjük, vigyázz magadra. Ciao. Köszönjük szépen. Kemény, nem? De jó erről beszélni. Szerintem nyilván sokan nem is tudják. Meg hát nyilván nem kell kirakni a kocsikulcsot, meg nem kell vakítani a Patek Philippel, meg nem kell otthagyni a forgalmit az asztalon. Az elfér az a zsebbe is, nem? Jó, megnyugodtál. Még a keki pulcsit miatt nincs félnivaló. Figyelj, gyakorlatilag nem mondtad olyan. Neked csak tesznek az olyan értéktárgyat, amivel rendelkeznék. 8:30 volt, pontosan 7 perccel jövünk a hírek után. 3:49 múlt, 2 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello. Jó reggelt. Még egy-két SMS a témához hozzászólván, ugye lányok péntek esténként pénz nélkül indulnak el bulizni, majd valaki úgy is fizet, ez a legnagyobb baj, így viszont hamar áldozatok lesznek. Aztán minden tiszteletem, a tiétek szuper témákkal foglalkoztok, 3 lányom van, némán hallgattam az utóbbi témát, biztos, hogy legközelebb erről lesz a szülői beszélgetés velük itthon, ezt Eszter küldte nekünk.
70% azért rakja ki a kulcsot és a telefont, hogy menőző, nézd meg a mai mobilokat, hogy mekkorák, nem olyan egyszerű ezeket betartani. Írja nekünk egy másik hallgató. Új beosztás a szórakozó helyeken, pohár és üvegfigyelő. De egyébként tényleg? Ez tök jó. Tehát, hogy kis túlzással valamelyik társaságtagnak annak kell lennie, és tényleg nem életszerű. Szóval ez azért megdöbbentő, mert aki jár szórakozó helyre, az tudja, hogy úgy, hogy elmész egy hatfős társasággal, és ott valaki eltűnik 3 perc, nem kezded azonnal keresni. WC van, sorbál, piáthoz ismerkedik, dumál, csajozik, bármi. Ennyi. Mire keresni kezded, egész egyszer meg nincs meg. Hmm. Szóval, hogy nagyon-nagyon résen kell lenni. Ezért kell magadokkal vinni egy olyan lúzer havert, mint amilyen például én vagyok. Odul az asztalhoz, nem viszi el senki este, egész napon ül egy pohár kóla mellett, és figyeli a többieknek a piáját. Egyébként én már most tanultam a sztoriból. Most kimentem, töltöttem magamnak egy pohár rizstejet, de bontatlan dobozból, és végig szemmel tartottam Julit, az a nő mindenre képes. Hát, értem. Vigyázzál, hogy azt bedzsinázzon. Igen. Ahogy kiderült, hogy ebből beszélgetésben ez nem is partidrog, hanem ilyen nyugtatókat, erős nyugtatókat igen. szereznek valahonnan nyilván. Ugyan ezt az élógusok használják. Igen. Na jó, van, azokat, érdekes volt. Csak azokat, hogy a felhasználási módszereket ugye megelőzi egy labor vizsgálat, amiből kiderül, hogy adott esetben például ezekre a hatóanyagokra, hogy reagál a szervezetet. Igen. Jól van, játékkal megyünk tovább, valakivel már is hármasugrás játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Máté, hello, jó reggel. Szervusztok. Szia, Máté. Szia, Balázs. Hello, Máté. Honnan hívsz minket? Budapestről. Budapestről. Már munkában vagy még otthon? Már munkában, Budapesten vagyok most már egész konkrétan. Mit csinálsz? Szaniterekkel foglalkozom. Nagyon jó. Nagyon jó. Nem tudom, valamiért vonzadom a szaniterekkel. Ez most ennek körülbelül úgy örültél, mint ha azt mondta volna, hogy gyémántot csiszol, vagy uh-huh. tehát, hogy a szaniterekkel. És kettőt ad belőle, nekem is, mert ez nagyon jó, szaniterekkel. Ez nagyon jó, szaniterekkel foglalkozol. Eladod? Tehát, hogy értékesítés? Hát, cégvezető vagyok a cégnél, és igen, a többek között az is a funkcióm, hogy eladjam őket. Egy cégvezető. Nem menő. Ki szoktad rakni a kocsi kulcsot? Mindenféleképpen, persze, pörgetem a kis ujjamot. Az menő. Milyenek a kérdések, Jani? Hát én azt mondom, hogy fel se tegyük őket, annyira könnyek, hogy adjuk oda most az ajándékcsomagot. Nem. Az első kettő szerintem könnyű, de én picit úgy érzem most, hogy a harmadikat is fel kéne tennünk, mert már egyébként tologatjuk már napokot egyrészt, másrészt meg valami nekem azt súgja, hogy tudni fogja. Nem jó. Azért, mert haver. Csak megnézzük. Oké, figyelj, Máté, így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért. Melyik városban kellene himpujkát vásárolni az ismert népdal szerint? Mit? Himpujkát? Melyik városban kellene himpujkát vásárolni az ismert népdal szerint? Debrecenben. Na. Így van. Pulyka kakast, ugye? Igen, most már beugrott, hogy a pulyka kakasra gondoltam. Így van. Oké, mehetünk tovább? Persze. Dedikált egérrelátétért, így szól a második kérdés. Milyen növény a fű alapanyaga a korhelylevesnek? Korhelylevesnek... Marha egyszerű, így is hívják más néven ezt a levest, hogy? Milyen leves? Ne csináld. Nem áll, hát nem volt nehéz. Káposztaleves. Halál egyszerű hát, volt pedig. Hát sajnos nem ugrott be. Aj, de kár. Nem vagyok igazság szerint a gasztronómia mestere. Az nem. Ezt most be is bizonyítottad, Máté. Tényleg nem. Tehát meg tudnánk cáfolni, de mégse tudunk. Vagy megcáfolnánk, de nem tudunk. Örültem, hogy játszhattam veletek. Hát ajándékcsomag nincs, de jó nem volt baj, nekünk nem is. Nem baj, az élmény az kárpótol mindenért. Oké, köszi, Máté. Én köszönöm, szervusztok. Ciao, hello. Nincs vége szignál? Hm? Azért. Nehogy eljárjon a kezem. Készülj a következő megmérettetésre. Azt tudja eljárni, mint a múltkor kezed lábad eltörve, itt fekszel, szia, jongsz. Milyen hideg frontot mond a kislány mindig itt? Meg ránézik a meteorológiára, és 20 fokot mondanak, verőfényes napsütést, vasárnap meg 27 fokot. Miért riogat? Komolyan mondom, de érted ezt? Fogalmam sincs. Vasárnap akár 27 fok is lehet. Ezt írja az egyik internetes portál. Több helyen eső zivatar, oké, de marad a meleg idő, vasárnap akár 27 Celsius fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat középtávú előrejelzéséből. Uh-huh. Két napja azt hallom, hogy agyérgörcs, ödéma, szürke hályog és hidegfront. Mert ő hosszú távú előrejelzéseket néz. Valószínűleg ezért. Igen, egyébként érdemes kihasználni jó időt. Mert holnap ugyanis hidegfronthoz esőt és szállát. A legmagasabb hőmérséklet ma 21 és 25 fok között alakul.
Hát figyelj. Szombaton helyenként lehet záporeső, a legmagasabb fok 21 és 25 fok. Hol van ebben hidegfront? Nem tudom, mi lehet az oka. Miért riogat mindig minket? Lehet, hogy délután is dolgoznia kell. Mit akar ő? Megbosszulja. Miért haragszik ránk, hogy mindig riogat minket? Érted ezt? És utána majd vasárnap este írja, hogy egy kicsit megerősödik a szél, és vasárnap este érkező hidegfrontnak majd a jövő hét elején érezzük a hatását. Igen. Nem ír hidegfrontot holnapra. Nem, nem lesz hidegfront, és ha jövő héten se aggódjon senki az idő miatt, vagy egy picit aggódik, akkor készüljön esőkabáttal, esőnyővel, sárfogóval, kalucsnival, mert mi akkor is menni fogunk Debrecenbe, Miskolcra, Székesfehérvárra, Győrbe és Pécsre is, ha a fene fenét eszik. Ferivel kiegészülve, ami bizony. Drága Feri, még otthon gyógyulgál. Mm. Jaj, biztos sokat fogyott, lehet, hogy már 110 kiló. Jani volt, a hangegyezőség miatt a Jani volt. Jó? A Jani volt. Én sosem mondanék ilyet. Veled vagyok, pocak. Én sosem bántanálok. Tudod, hogy mindig csak azt szeretjük, akit azt bántjuk, akit így szeretünk. Van, így akit, van. Akit nem szeretünk, az effektíven nem foglalkozunk. Nem foglalkozunk vele. Bizonyos. Na, jó van. Kis ded. 9 óra lesz pontosan, 6 perc múlva. Jövünk a hírek után. 9 óra 9 van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, az idő szép, legalábbis itt Budapesten. Közben kapjuk az SMS-eket, hogy például Sopronban szakad az eső. De Sopronban viszont azt hiszem tegnap volt nagyon jó idő, amikor nálunk kevésbé így volt van. Jó idő, úgyhogy egy-egy. Bocsi. Egy-egy, viszont hétvégén még jó idő lesz, aztán jövő héten tényleg jön egy kisebb hidegfront, de ez nem tántorít el minket. Indulunk Morning Show turnéra. Fölállítjuk az üvegstúdiót először Debrecenben, jövő héten hétfőn, aztán Miskolc, Székesfehérvár, Győr és Pécs, ezek a 2014 tavaszi helyszíni állomások, és a Dósanádor tér és a Csapó utca torkolatában leszünk egészen pontosan, majd megyünk át Miskolc, Fehérvár, Győr és Pécs. Pécset zárjuk a turnét jövő héten pénteken. Így van, a Facebook oldalunkon egyébként megtaláljátok a pontos helyszíneket, de hogyha valaki megkérdezi tőlünk mondjuk a webmailünk keresztül, akkor annak is természetesen válaszolunk, de nagyon sokszor fogjuk mi mondani a konkrét helyszíneket. Gyertek ki, léci! Na léci, gyertek már ki, jó sokan! Ja, Istenem! Mi van? Szorítok Ferinek, hogy végre tudjon szorítani, írja Pista. Hogy, de most... Hogy? Most hogy beszéltek ennyire szívedben? Hogy lehettek ennyire kegyetlenek? Szegénynek antibiotikumot is kellett szedni. Igen. Valami komoly vírus kapta el. De írt tegnap este, neked is? Igen, írt. Hogy most már alakul jobban van, tud nyelni, és tényleg, tehát hogy annyira fájt a torka is, hogy nyelni se tudott, de javulgat, és hétfőn most már tud jönni. Igen, és ezért intravénásan kellett beadni magának a fütyülöst. Nem, intravénásan mindig az ízét adja be magának, a pármai sonkát. Igen, és a felmelegített kacsazsi. Igen, és egy deci forró kacsazsira turbosítja. Megeszik fél kiló kenyeret, és lefolytja 4 liter kólába, meg 10 francia krémessel. Figyelj, azért vírus legyen a talpán az, ami a Ferit ki akarja készíteni. Gondold el, hogy te vagy az apró kicsi vírus. És ott jössz. És ott jössz. Előtted ez a hatalmas feladat. És megfertőztél 10-40 kilós nőt, 6 gyereket, és egyszer csak belebotlasz a Feribe. És így ránézel a vírus társadra, hogy tesó. Halott tesó. Azt oda nézd, azt legyűrni, mekkora. Ha ezt megcsinálni, vagyok a legnagyobb király. Vírus visszamegy, hív erősítést. Anyádék élnek még? Nem nyírta ki őket a domest? Hoz még 10 darab vírus, majd neki állnak egy ekkora szervezetet bizony. Ledönteni. Megrohanják. És képzeld, hogy kapaszkodik a vírus, amikor a Feri eldől. Tehát hogy megijed a vírus és a szervezet, amikor igen. A Feri ledől egy ágyra. Ú, egy kicsit rosszul vagyok. Kapaszkodj a szőrbe! Kapaszkodik a vírus, és kiabál, hogy úristen, dől az óriás. De mikor lefektetik, igen. Akkor viszont a vírus ráteszi az egyik lábát Ferire. Biceps pózba teszi a másik kezét, a harmadik vírus pedig csinál egy selfit. Csinál egy selfit, hogy ledöntötték az óriást. Bizony. Bizony. Egy ekkora óriás ledönteni felteszik két kicsi vírusnak. A vírusbukra. A képet iszonyatosan sokan lájkolják a vírus társadalomból. És mondják, nézzétek, mit ejtettünk el. Bizony. Egy igazi fenevadat. És ott egy igazi óriás. Mellette, mint a Lilliputi a Gulliver teteme mellett, ami le volt kötözve. És gondolom, minden lehetőséget megpróbálnak megragadni, amikor letámadhatják. Fél, nincs rajta pambucs, nincs rajta pambucs, a lábán keresztül támadunk. onnan indult. Na mindegy, szóval, hogy... De most már sokkal jobban van, így van. Vele vagyunk, ott vagyunk, lélekben, szurkolunk neki. Mindenki más belepusztult volna abba, amit ő most kihord. A motaba semmi ahhoz képest, amit kapott. Az ebola a kanyarban nincs, amit a Ferinek le kellett gyűrni, semmi.
Egy olyan vírus kapott, amivel mi ketten a felétől belealtunk. Feri reggelenként motaba vírusokat emészt meg egy cigés egy kávé között. Neki az semmi. Az ebola meglátja, felkiált és elrohan. És azt mondja, nem akarok ilyen gazdatestet, mert felzabál engem. Úgyhogy a Ferit nem könnyű ledönteni, de szegényel most megtörtént. M3 153-as kilométernél fotót készítenek a Jarnok Nyíregyháza felé. Egészen pontosan a Nyíregyháza felé fotót készít a Munyár. A Munyár? Ede, fülte nekünk, köszönjük szépen. Budai rakpart dél felé elesett, ez Grizzly. Üzeni M3-as 42-es kilométerénél fotóznak, és Sopronban jelenleg 13 fokon is szakad az eső. Sípol az orrom. Semmi. Hát jobb, mintha más sípolna. Nem, te tudod, van az, amikor úgy tudsz levegőt venni, hogy valahogy mintha egy sípot szívtál volna föl, és sípol az orrod. Ez rohadt idegesítő tud lenni. Igen. Na, egy érdekes kutatás így péntekre, hétvége előtt, hogy egy kicsit mindenki kitárulkozhasson, hogy mi a helyzet otthon, mert hogy állítólagosan, természetesen ez is brit kutatás, hiszen csak a britek kutatnak ilyeneket, lenyomoztak, vagy utána jártak jelmez kölcsönzőknek, és megkérdezték az ott dolgozókat, hogy valljanak arról, hogy az emberek milyen céllal, milyen szándékból kölcsönöznek jelmezeket. Kutattak, megkérdeztek 50 vagy 100 jelmezkölcsönzőst, és elmondták, hogy egyre népszerűbb az az ok, amikor vagy a férfi, vagy a női vevő, bérlő, vásárló mondja el, hogy bizony, ezek együttlétekre kellenek, és hogy azért szeretnének kikölcsönözni valamilyen jelmezt, mert hogy egyre népszerűbbek a beöltözős együttlétek. És 2007-ben ők ezt tovább kutatták, 100 emberből állítok, csak 11 ember találta ezt normálisnak, a szerepjátékok bevetését. 2014-re ez a szám arányosan a triplájára nőtt, és megkérdezték egyébként a kölcsönzősöket, hogy milyen ruhákat visznek, vagy milyen jelmezeket, vagy milyen mesefigurákat visznek, leginkább a britek egyébként, arra, hogy boldoggá tegyék a párjukat, és egymást. És ezeket a ruhákat ugye rendszeresen tisztítják. Csak így most így, igen, így beugrott, igen, hogy így, igen, azért érted. Elviszik, kitisztítják, és úgy tudod. Tehát, de az UV-s bulira ne nagyon vidd el őket. Hát nézd, én is kölcsönöztem Mikulás ruhát a gyereknek, ugye tavaly, amikor én beöltöztem Mikulásnak, akkor ha ismerem ezt a cikket, azért a családon, miután megölelted őket. Azt ismerem ezt a cikket, azért átvilágítottam volna egy lámpával, hogy biztos, hogy 100 fokon mosták ki a ruhát. De nem menjünk el annyira. Jó. Nem akarok itt mindenféle legényfoldokról beszélni. Mik a legnépszerűbbek? Hogy mik a legnépszerűbbek, ez is érdekes. Egyre gyakoribb, hogy a pár csupán egy napra bérel ki piroska és a farkas jelmezt. Azért ezen majd időzzünk el egy pillanatra. A csillagok háborújából Leila. Hallod, milyen vidéki vagyok, úristen. Leila organika. Hallod, Leila nagyon jó. Leila a legnagyobb. Leila hercegnő jelmez, nagyon népszerű. Jó, de kivel? Csubakával? Hasonlóan népszerű a Csipke Rózsika vagy a Pókember. Dr. House jelmez. Ez egészen fura, hogy ez egy fehér köpeny lett a Dr. House jelmez. És olyanok is akadtak, nem, az egy bot. Nincsen, mert hogy neki... Jó, nem veszve, hogy neki csak egy botja van, és sántikál. Jó, hát azt hittem, ez átmegy rajtatok, mindegy, akkor nézzétek a Dr. House. Jó, hát nem kell mindenem fennakadni. Harry Potterből is kerestek jelmezeket, felturbozott együttlét szempontjából. Halloween vagy farsang jelmez, Csubakka jelmez. Csak Csubakka is. És a Star Warsból még egy-két alak, aki nagyon-nagyon népszerű. Mondjuk egy Csubakka... Na, és hogy van ez? Egy Ewok párosítás, az nekem például bejönne. Tehát, hogy azért az vicces lenne. Egy Csubakka és egy Ewok. Kb. Nálunk is otthon, hogy ezek az alányok tért. Hát csak nem tudom, hogy kinek dicséret, kinek nem, hogy Mónikát Csubakkázt, mert hogy magadat leevokozod, az egy dolog, de hogy a Móni finoman le Csubakkázod. De én vagyok az ő kis matkója. Igen, és a Móni a Csubakka. De azért például el tudnék képzelni a bizarr párosításokat, mint hogy például ez a piroska és a farkas, azért szerintem elég kemény, de mondjuk el tudnék képzelni egy Doroti és Totót például. Igen, Doroti és Totó is. Csaholy, Totó. Hogy néz ki egy ilyen szerepjáték, hogy ritkán csináljuk, tehát hogy nem nagyon, ezt nem nagyon ismerem, de gondolom teljesen. Hogy a feleség kikölcsönzi, otthon elbújik farkasként. Igen. És amikor jön be a feleség, mit sem sejtve, frissen, üdén, illatosan a fürdőszobából, akkor egyszer csak egy farkas megjelenik,
elkezdi nagyon csóválni a farkát, nagyon szuszog, és ráerőlteti a feleségére a piroskát, vagy ez már egy ilyen délutáni megbeszélés, hogy mi lenne, ha te ma lennél piroska, én lennék farkas. Szerintem a spontán dolgok azok sokkal jobbak. Én úgy képzelem a dolgot, hogy jön haza a feleség, igen, a cekkerekre a Lidl-ből éppen hozza hazafelé az akciós cuccok, jól le van izzadva, iszonyatosan mérges, kicsit ki van égve már, csörögni kezd a bedugja a kulcsot az árva, hogy hívják, nyit be az ajtón, nagy sóhajtó leteszi a két szavat, és egyszer csak meghallja a fürdőszobából. Ez abban a pillanatban már tudja, hogy mi van. Igen. A farkas kirongyol a fürdőszobából, frissen mosva, akcióra készen, és ott nekiesik az előszobában. Te se sokat szerepjátékozol, akkor hát ez a szétguruló krumplik. Nem, persze, csabát játszik. És félbarra kenyerek között. Igen, igen, megérkezik a házi, azt, hogy... majonéz. Megérkezik a házi, és azt látja, hogy az ura Jabba jelzi. No, Chuda, Kavavuki, Jedi. Persze, nyilván teljesen életszerű. Juliti, szerepjátékoztak őszintén? Volt már valami? Harry Potter, orvosos, ápolónős. Zsok pasinak erre például beindul a fantáziáját. Ez a stewardess, ápolónő, dokinő. Ez, ebben azért van valami. Így van. Ezt bírom, ez nem egy rossz vonal. Ápolónő és iskolás lány. De jó. Volt a férjed, vagy voltál te? Nem, én voltam nálunk. Tehát, hogy ez és ő volt az iskolás lány? Nem, én voltam az iskolás lány. Te voltál az iskolás lány? Na, figyeljetek, tehát mi 10 éve vagyunk együtt a párommal. És valamit már ki kell találni, mi? Szóval, ha melegítő alsóba jövök le az emeletről, már azt is tudja értékelni, hogyha egyáltalán lejövök az emeletről. Tehát, maga sarkuba lát, hálálkodik ezt, hogy köszönöm. Végre először ebben az évben. Szóval néha azért vannak, hogy is mondjam, ünnepnapjaink, amikor egy kicsit megadjuk a módját, és de azt gondolom, hogy ezek a beöltözős dolgok, ezek addig jók, ameddig elindítanak valamit. Egyszerűen nem tudom elképzelni azt a szituációt, hogy nem tudom, Harry Potter az aktus közben azt mondja, hogy akkor most előkapom a varázspálcámat, mert az megöli. Igen, megöli a bulit. Tehát, hogy szerint a óriási duma. Hát, ha már így, most előkapom a varázspálcámat. Mindaddig ez tök cuki, hogy én lejövök egy kis rakott szoknyában, meg hosszú zokniban, és azt mondom, hogy tanár úr, nem készültem. Mondjuk ez így bejön. Ez nem rossz. Ez nem volt rossz. Vagy oszolhattam a matek füzetemet. És kicsit becsuktam a szemem. Igen. Ugye, hát szigorú tanárbácsi lennék. És akkor egy darabig ő is válaszol erre. De és mondom, ő már tanárbácsiként válaszol? És akkor a tanárbácsi válaszol, és akkor én meg azt mondom, hogy jaj, tanár úr, most akkor mit csináljunk? És akkor mit, ez nagyon jó, ez jó ez a vonal. És szigorú hangon azt mondja pedig már Vladimir Ilyich Ulyanov is megmondta, hogy tanulni, mi lesz magából így? Sfrak a G! Tanár úr, oktasson! ez jól hangzik egyébként. Ez nekem kezd nagyon tetszeni. És mindig ez a sztereotíp, a rossz diáklány, aki nem készült, és a tanár megjutalmazza, vagy megbünteti? Igen, de egy idő után kiesel a szerepből. Hmm. Vagy hát legalábbis, szóval, hogy ki kell, hogy esse a szerepből, mert egy ponton túl ezt nem lehet tovább vinni. És tehát kicsit cobba rakott haj, hátizsák, kis bokazokni, vagy térdzokni, igen? Tényleg? De van egy titkos szekrényetek? Vagy ezt kikölcsönzöd? Nem kell ezt kölcsönözni, a férjem egyszer vett egy ilyen rakott szoknyás ruhácskát, és jött haza csillogó szemmel. Neked? Igen. Vagy rajta kaptad, hogy magában. És nézegeti magát a tükörben. Igen, jövök, megkészültem, tanár úr, megkészültem. Hát ezzel jött haza. És neki van tanárszettje? Nincsen. Nincs. De nincs egy T-alakú vonalzója, egy kis szemüveg, amit föltől. Egy barna köppeny. Hogy hívják, középen összeleukóplasztolt, vagy egy szarukeretes szemüveg. Igen, egy körző és egy napló. Nekem kell szituba kerülnöm. Neked kell robbantani, igen, te indítasz. Igen, vagy utcalány. És akkor ilyenkor incselkedsz, hogy tanár úr, úgy érzem, még egy kicsit száraz a spongyám, benedvesíte. És akkor neked kell robbantani? Igen, nekem kell robbantani, de ez csak, hogy is mondjam, a hangulatot adja meg. Tehát, hogy ez témaindító. De hát közben, tehát, hogy ha én azt hiszem, hogy ha azzal jönnék elő, visszaállnék a szerepbe, és azt mondanám, hogy tanár úr, ez a pálcája, vagy hova tűnt a kréta, igen, az nem biztos, az nem szeretnék biztos, hogy jó. Inkább házi feladatot, akkor egy jó szigorlatot kérem. Igen, ez agyon csapnában. Hétköznapiak nem szoktak lenni? Tehát mit tudom én, hogy postásnak költözik, és hozza a családi pótlékot? Nem. Mond még egyszer, hogy büntessen meg, hogy rossz voltál, és nem tanultál. Mond még egyszer. Tanár úr, nem csináltam leckét. Nagyon jó. Nagyon jó. És nálam az ellenőrzőm sem. Egyre több a bűnöd, kislányom. Nagyon, nagyon meg leszel pálcázva. És ő mi? Tehát ő, van olyan, hogy ő robbant, és ő indít valamit? Vagy mindig alkalmazkodik az, ami te vagy? Egy szupermenes alsónadrágja van. Nekem egyszer volt egy olyan alsógatyám, hogy micimackó volt rajta, és foszforeszkált. A micimackónak milyen foszforeszkát? Semmi, az egész micimackó foszforeszkát. Már nem hordom. És van kis ormánya is?
Nem, nincs. Nem aha. Úgy szupermenes, ez nem ilyen kis elefántos, vagy akármi az a aha. Szörnyűség, hanem... Egy hatalmas P betű van rajta. Nem, egy hatalmas nagy S betű van rajta, és akkor az olyan jó pufa, de tehát olyan nincsen, hogy én ülök a kanapén, és a Miró egyszer csak megjelenik, mondjuk páncélos lovagnak felöltözve. És azt mondja, hogy eljövök, és megmentem a várkirálylát. És hővéremben. És van olyan, hogy van olyan örömlánynak is öltözöl? Ez is van? Hát az örömlány az csak megkeresem a 120 szexi fehér nemű közül az egyiket. Na, igen, mert az olyan sztereotíp, nem? Tehát ez egy harisnyakötő, egy melltartó, egy ilyen hát kis szert, és az már, tehát, igen. Én nem tudom, hogy szóval, hogy viszonylag ritkán van az, hogy ezeket a sztereotíp dolgokat is magadra húzott. Tehát azért valljuk be őszintén, tehát a 10 esetből 9-szer az van, hogy a pizsamát húzod le, és nem a vörös szexi bugyit. Tehát, hogy az is alkalom, hát kiről pizsamát, kiről ugye jégeralsót, az emeletes ágyról, és a jégeralsó alatt egy aláöltözet. Az a baj, hogy engem kicsomagol Móni, addigra már érted. De figyelj, miért nem játszotok valami ilyet, hogy te vagy a hegymászó, aki 6 réteg van, és akkor ott elakadtál 800-en, és ott jössz a kis jégeralsóba, kevés a levegő, mindjárt fennvagyó. Valami kerüljön már az arcomra. Baszkod, baszkod. Tehát, hogy nálad ez lenne, hát figyelj, te 6 rétegbe alszol, van rajtad egy bundabugyi, van rajtad egy zokni, van rajtad egy ilyen jégeralsó, egy cipzáros felső, fönt vagy egy kis emeletes ágyon, Móni pedig a serpa, aki megment téged, és lélegeztet, és lehoz 8000-ről. Nem, én valami sokkal vadabb egy serpa, érted, az mégis, nem sokkal vadabb, hogy elrabol a yeti. Fura, hogy Mónit mindig vagy Csubakának, vagy Yetinek ábrázolod, tehát az mert egy erős. Egy rossz artesztet azért hogy lefuttatnék rajtad, hogy miben mit lát. Tehát nagy szőrös lényeknek ábrázolod. Egy nagyon erős jellem, és valószínűleg elég. Meg valószínűleg én tudod, így szeretem, hogy így elrabolnak. Szeretsz kicsi fogoly lenni. Balázsnak lehetnél sarlatán. Sarlat? Aha. Köszönjük. Tudja, passzol a személyiségemhez. Igen, nagyon passzol a személyiségemhez. Sok alaptalan ridzsa, amit eltugasz. Érte semmihez. Tudod, mi legyen sarlatán? Tök jó szeretni. Én arról beszélgettünk, hogy a Miki kipróbál mindenféle ilyen módszert. Hogy mehetnél a mérőpálcáddal, meg az ingáddal. Igen. Mondjuk, ha én meg a nézőpálcáddal. Figyelj. Vikike, guggoljon le. Guggoljon le, Viki. Előveszem a vízerámat. Van-e itt Hartmann sugárzás? Előveszem a vízeret. Ide a macska nem feküdne. A macska nem feküdne, de én igen. Igen. Valami nem elszívja tudom. Az élet erejét innen. Na tessék, most hozzátok meg nekem a kedvet, és akkor hétvégén kipróbálom. Mi legyek? Mivel lepjen meg a Vikit? Mi legyek hétvégén? Veszek valamilyen szettet. Mi áll a jól nekem? Most télapó nem lehetek, nem? Az béna, nem? Star Warsból legyek valaki? Vagy valami melós, valami ócska melós. Ne. Kenjen be magam sárral, legyen egy ilyen, mint a kisvakodnak, egy ilyen kis kezes lábasom. Az félig leengedett ilyen. Egy villás kulcssal, és jöjjek, mint... Legyél te rendfőnök, ő pedig apáca. Micsoda? Rendfőnök és apáca, és összefuttok a kerengőbe. És ő a kis apáca. Hát most úgyis lakásfelújítás van nálatok. Most nagyon lakásfelújítás. Hát akkor mondjuk felküldöd a Vikit... mi ez, vakarni a festéket. De mi van, ha olyat csinálunk, hogy én bekopogok ott, tehát eljátszunk az elejétől kezdve, hogy én megjövök, és én vagyok a vízóra szerelő, ez nem jó? És elindul délután, egy ilyen bemegyek, nem rossz. Szerelem a vízórát, megkínál egy kávéval, és akkor abból elindul valami. Nem? És aztán szétfésülöd a kócot. És aztán ki szerszámos ládámat lepakolom. Szerszámos láda, melós nadrág. Szerintem annak lenne. Tehát, hogy most is romos a lakás, tehát most valami ezen kell elindulni. Akkor viszont be kell készítened megfelelő szerszámokat, és van ugye ez a nagyon klasszikus szerszámos láda, ez a kék, erőfágon. Amit egyetlen mozdulata szétúszíti, és akkor ugye tele van. Na, abban rakják különböző célszerszámokat, eszközöket, amiket, hogyha kinyitsz, ne legyen benne semmi, amivel vízvezetéket lehet szerelni, viszont bármi más. Csak egy írdatlan. Így van. Melyik csaprosz, Viki? Az a vang, és egy három árú jobbra balra nyeklik, nyaklik a feje. Elfordul, és csak ezt mondja. Mi volt? Mi az, amit beindított? Semmi, és visszarakom a ládába. Így van. Dugulást elhárítani nem tudok, de előidézni, igen. Ez nem csőgörény, ez egészen figyelj, ez jó. Valami, de egyszer tényleg mindenkinek. Bár nekem a gyontatást tetszik a legjobb. Igen? Jöjjön.
jár hozzám lányom, voltak-e bűnös gondolatai ilyen héten? Úgy érzem, vétkezett lányom. De akkor mi magadra csuknád a WC ajtót, és akkor azon keresztül kellene, hogy... Igen, ez kicsit nyomorult, hogy egy sámli leülök a WC egyik oldalára, a vikül a WC ajtó másik oldalán, ülünk és vallunk egymásnak. Tehát az nem biztos, hogy jó. Te mi lennél, vagy te minek öltöznél, ha mondjuk ezen akarnál dobni? Nekem ez a csillagok háborúja, ez bejön, nem? Ez rettenetesen bejön. Tehát ez amikor például rajtőtök a lázadókon, mint rohamoztak. Az menő. Azt nekem az menő. Tetszik. Ez menő. Mi lenne, ha Charlie a majom lennék? Ebből a majom ugye már részben teljesül, tehát hogy már csak Charlie-nak kell hívnom magam. És akkor a legnagyobb riválisat lépne félre a Viki? Tessék? Akkor benne lenne az is, hogy a legnagyobb És ebben riválisat. Egy ilyen tantrikus együttlét, hogy a legnagyobb riválissal lépne félre. Én na, de te lennél a... Telenél Charlie. De az a baj, hogy ennek már megint egy nagyon rossz üzenete van, mert de akkor Charlie a majom Charlie megkapja fölé. Balázs feleségét. Hát ez az, hogy ráadásul még ez is. Még itt is, még ezt is el kell benned, te szemét. Megvan, egyszerre, kétszerre nem. Megjátsszuk el. Hirtelen hát ülök, az, a sarokba, ülök a sarokba, odaszaladok, leülök a sarokba, és közben érezek Charlie a majom, aki viszont hát elrabolja Balázs feleségét, és egy kettős személyiséget játsszuk el a szobán belül. Most nem bajba kell venni a Vikit, de mi lenne, ha ő lenne Charlie? Mert hogyha miért viszont Charlie-t elkapod, akkor gyakorlatilag ez ugye... Ez az. Így van, az állatvilágban is azért van, megvan, hogy egyik hím például ráfonyolodik a másikra, megvan, hogy jelezze neki, hogy ki van feljebb a ranglistán. Megvan. Ezt el kell kapnod Charlie-t. Charlie a majom az utolsó egy évben megkeserítette az életünket, amikor ment a Balázsra. Na jó, az utolsó fél évben. Lenyomott nézettségben. Viki lesz Charlie a majom, és én megbüntetem Charlie ennyi a majmot. És visszaadok neki mindent, hogy mit okozott az utolsó fél évben, mert miatt a szűn meg a Balázs. Ezt kell csinálni. Vegyük át Viki szövegét. Mak, 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 mak. Makkot akarsz? Fél éven keresztül kacsorítottad meg az életemet. Ez akár 1200 sót is lehetett volna, te rohamért úton érhettem volna Mónikát. Így van, azt mindenki Mónikát emleked. Mónika, Mónika, mindig ezt hallgatom. Nehogy talán kaplak, te üdös majom. Ez jó. Te és kis ezzel... mohó szápiás. És ezzel az egész frusztrációmat ki szeretkezem magamból. Ennyi. Nagyon jó. De látod, lesz, hogy terápiás, terápiás jelleggel? Látod, milyen jó ez a műsor? Hát ez seriális. Mostkor mikor kerül? Te Gábor! Tiéd a Lajos. Jó. A neurológikus pontokat hétvégén kiszedjük magunkból. Na, de jó ez, figyeljük, hogy egyébként kíváncsi lennék valójában Magyarországon mindenki őszintén kellene, hogy válaszoljon erre, hányan csinálják? Szerintem biztos, hogy sokan, nem? Csak erről az ember nem nagyon beszél maximum baráti körben, de többen, mint amennyien mi azt gondolnánk. Tehát szerintem megdöbbentő dolgokat tudnánk meg, ha mindenki őszintén elmondaná, hogy mit csinál a hálószobájában. Hát nem? Szerintem meg viszonylag unalmas szexuális életet élünk. Igen? Hát szerintem azért annyira, tehát ilyen... De igen, le, igaz. Már mi így bent? Körbenéztél? Rá gondolt? Igazsul. Egyébként nem, valóban inkább ez, tényleg. Oda most, kell figyelni a másiknak a jelzéseit. Tehát, hogyha azt látod, hogy mit tudom én, például valamilyen a Diótörő című balett fantáziát, ilyen, hogy hívják, kigúvadó szemekkel, hogy elismerő tekintettel, meg megjegyzésekkel nézi a feleséged, hát akkor nyilván valahol azt szeretné, hogyha megjelennél ilyen jó kis tökös spandex tuczban, és piruetteznél, hogy bejönnél így a szobába. Érted, csinálnál egy mérlegállást, utána pedig tennéd a dolgot. Lehet, hogy ezekre oda kell figyelni, ezekre a jelzésekre, és akkor ennek megfelelően kell felöltözködni. Nekem van olyan futócuccam, ami nagyon hasonlít egy balettosnak. Én imádnám, ha egyszer ide betáncolna. De ha már ilyenekhez folyamatosan szerepeltek, az már nem azt jelenti, hogy már valamit ki kell találnod, hogy a dolog még működjön? Szerintem meg tökre nem erről. Nem erről szól? Hát figyelj ide, tehát az első 5 évben, ahol éred, nem? Ennyi. Igen. Akkor utána jönnek a gyerekek, és akkor kezdetek el fáradni, mert egyszerűen kimerültek vagytok. És onnantól kezdve kell valami spiritus. Néha. Nem ez nem arról van szó, hogy minden este valami atomvillanásnak kell történnie, hanem azért néha-néha legyen ünnep az az együttlét, és legyen alkalom, és legyen valami plusz benne. Ez nem arról szó, hogy nekem minden este fel kell öltöznöm Harry Potternek, meg Jabának, meg mit tudom én. Mert ezekből már eleged van. Mert már ott van. Hanem legyen rá alkalom. Tehát, hogy akkor az úgy legyen egy ünnep. És honnan szerzed be a szetet? Itt is működnek kölcsönzők, és elmész, és fapofával kikölcsönzöd? Hát figyelj, kimész kínaira, bocsánat, de itt egyébként itt van a vietnámi piac, és van egy csomó fehér nemű város. Ez két különböző nép, csak mondom. Egymás mellett vannak ugyan majd, bocsánat, nem kell, egy pécsi ázsia nyelvük. És ott van egy csomó fehér nemű árus, ahol komplett szetteket tudsz megvásárolni. Tehát ott van nővérkeszett. Aha, meg ez elég jól tudom. Jól hangzik. És ott van komplett szett, hogy nővérszett, orvosszett. Igen, és akkor kapsz hozzá ilyen kis fityulát, meg ilyen kis ruhácskát, meg kis fehér bugyit. Komolyan? Így van. Igen. És tudsz venni Dumbledore-t is. Felmegyek a gyerekhez, elveszem az orvosos készletét.
Figyelj, nagyon vágott te ezt, Juli. Tehát, hogy ez, szerintem az összes kölcsönzőben ilyen 10%-os családi kedvezményed van. Van kell, kuponom mindig. Műtöttél is már? Mi? Műtöttél is már? Nem. Jaj, de csúnya szűkület. Kicsit. A doktornéni majd megcsinálja. Na jó, de érdekes, érdekes. De hogy ezt kutatják a hülye britek, nem? Hogy mi történik egy ruhakölcsönzőn belül? Szerintem egyébként azért is nagyon jó ez a módszer, mert ilyenkor tényleg nem gondolkodsz el azon, hogyha mondjuk felmész egy ilyen jellegű oldal, és azt látod, hogy mondjuk a profik beöltözködnek, egy profit meg lehet rendelni, valahogy elébe mész a dolgokra, mert érted? Hát nyilván annak jobban örül a feleséget, hogyha ha mondjuk őt öltözteted be, és nem megrendeled Dorothy Black-et, hát teljes pered felszerelésben, érted? Igen. Egy születésnapra. Úgyhogy... Tehát, hogyha az a profin fölkészülsz, és te mész utána? Persze. Uh-huh. Miért ne? Na jó. Nem máshol keres a boldogságot, érted? Hát az, az semmiképpen. Igen, meg úgyis mindegy egyébként. Az erdő az más, az odú az ugyanaz. De szép. Fél tíz múlt pontosan 3 perccel. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10 lesz, pontosan 2 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma. Jönnek a nap legjobb pillanataival. Beszélgettünk Danival. Egy nagyon érdekes beszélgetés volt. Ugye pár nappal ezelőtt született egy cikk az egyik napilapban, miszerint ugye most már nagyon kell vigyázni, mert nem csak nők eshetnek áldozatául a különböző designer drogoknak, parti drogoknak, nyugtatóknak, hanem férfiak is, ugye bandákba verődve férfiak ugye rabolnak el, tulajdonképpen férfiakat a szórakozó helyről kábítják, elviszik föl a lakására, és rabolják ki a lakását teljesen üresre. És beszéltünk egy fiatal emberrel, Danival, aki a saját ügyéről nem mondhatott túl sokat, mert hogy éppen elsőfokú ítélet született, most várják a másodfokú ítéletet, de tudott mesélni a módszerről, hogy hogy csinálják, kik csinálják, mire kell figyelni, mi történik az ilyen szórakozó helyeken. Sokaknak ez még talán mindig új, vagy sokan kételkedtek mindez idáig abban, hogy ez valójában létezik, vagy azt gondolták, hogy ez velük úgyse történik meg. Érdekes dolgokat mondott Dani, aki ugye hát sajnos átélte ezt a dolgot. És egy nagyon ijesztő képet festett előre a világról, mert kiderült számunkra is, hogy irgalmatlan profikkal állunk szemben. Így van. Belebeszélgettünk, és korra reggel Jessica Albáról, már ami a neve gyereknevelést illeti, mert hogy ő lenyilatkozta, hogy úgy neveli a gyermekeit, vagy úgy fegyelmezi őket, hogy amikor ők rosszak, akkor bezárja őket a fürdőszobába, ahol lekapcsolja a lámpát, sötét fürdőszobába zárja fél órára, órára a két lánygyermekét. Így van, és hogy ez nem működik, akkor jön a hideg zuhany. Akkor pedig hideg zuhanyára teszi őket. Arról beszélgettünk, hogy a mostani gyerekeknél mi az, ami hat, mi az, ami jó. Kikértük hallgatóink véleményét is, illetve megvitattuk, hogy bennünket annó régen mivel és hogyan fegyelmeztek. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 7 perc múlva, 10 óra. Hát akinek gyereke van, tudja, hogy erről órákat lehet. Tehát ez nem egy egyszerű téma, hogy ki hogyan fegyelmezi a saját gyerekét. Mi az, amikor megsemmisül szülőként, mi az, amikor a gyerek kiröhögi, hogy hülyén próbálja fegyelmezni. Ez nem egy egyszerű helyzet. Csabi, hello! Jó reggelt, szevasztok! Hát nem könnyű ez a ugye? Helyzet. Ugye? Hogy ez nem egy könnyű élethelyzet. Nálunk működik a mennyanyádhoz. Ja, rossz voltál mennyanyádhoz. Ilyenkor ez az a jó, mert egy pár jól mondott, hogy te rontottad el. Igen. De nem mindig tudsz rájuk haragulni. Vagy aztán mennyanyádba. Azt már ő mondja neked. Igen. Hát a kisebbik fiam, de mert az rendszeresen kiröhög. Tehát bármilyen fegyelmezés van, azt se tudja elvégezni az én kérésemre, hogy fújt ki az orrod. Jó, már foter. Mondja ezt 6 évesen. Mi lesz ebből? És akkor könyörögni kell szépen, akkor kicsit azt arra csak fújj ki az orrod. Tudod, először csak oda tudod, hogy van ám itt zsepi. Igen, tudom. És eltelik egy negyed óra, és még mindig... Nem múltka Benni 4 éves volt, mikor bemondta, hogy apa, dehogy fújom, annyira unom már az orrfújást. És ezt így letolta. Ennyi. Tudod, és így álltam. És nálunk is 4 éves, és tudod, megzabálod, nem tudod, apa, unom már az orrfújást. Minden, ami kötelező, az unalmas. Most fogad, nem már. Igen. Olyan uncsi. Igen. Igen. Uncsi, ez a 10 másodperc, amíg berakja a szájába a fogkefét, tudod. Na jó van, hívjuk a naphallgatóját. Ha mondja, hogy morning show, ajándékcsomagot adunk. Most? Most. Ja, hogy... Tehát nem most? Na most találjuk ki, hogy melyik. De melyik? De várjál, tehát most van egy csöngés. Aha, igen. Azt mondod, hogy ami most jön, akkor fogja fölvenni? Hogyha most, ebben nem szóltam úgy volna, akkor azt mondtam volna, hogy ez. De nem, legyen inkább a következő. De melyik? Az, ami... De ami ezután van? Márján?
ez, ami most jön, akkor fogja fölvenni? Vagy most, most nem értem, ez ugyanaz a szám. Persze, hogy ugyanaz a szám. Most ja, igen, akkor viszont nem. Nem? Nem, legyen mondjuk az a csöngetés. A csöngetés? Ezt nem is csöngetésnek hívják, hanem csörgésnek. Akkor hagyjuk. Akkor hagyjuk a francba. Pedig most felvette volna. Az még igen. Aha. Na hát ez nem. Hogy mennyire nehéz gyereket nevelni. Nálunk a rossz gyerekeket leültettem az udvar két végébe, erre elkezdtek kőpapírollózni. Ja tessék, helyes, megoldották a szitót. Oké, okay, apa, ja, ja, akkor a bőtébe vagy? Nem baj, játsszuk tovább. Csabikám, mi a helyzet zenefronton? Remek zenei lesznek ma is? Hozom a One Republic, One Republic, One Republic, One Republic. Én meg már azt hittem, hogy nincs, de van. Sokan sokféleképpen hívják, ők magukat Republicnak nevezik, One Republicnak, és van egy új daluk, és azért érdekes ez a csapat, mert ugye őket az Apologize-zal ismertük meg, aztán jöttek még ilyen hasonlóan kicsit szomorú, vagy kevésbé vidám slágerek, mint az All Right Moves, most viszont már olyan dalokat hoznak, hogy ez kifejezetten vidám pop-rock zene, és ez a Love Run Sound, ez az újdonság, ez kifejezetten ilyen vidám, tehát meghalod és mosolyogsz tőle. Hmm. Ryan Tedder ez megtanult dalt írni. Hát ajánlom akkor nektek. Meghallgatjuk. Tök jó dal. De hogy hallom, nincs is más választásunk. Hallgathattok más, és csak minek. Ez a jó. 555-55-00 a telefonszámunk. Jó, itt lehet Csabitól dalt kérni. Én pedig egy kis programajánlót szeretnék még úgy végezetül elmondani. A hetedik boxer majálisra szeretném a kedves hallgatók figyelmét felhívni. Ezt a Noé állatotthonban fogják megrendezni május 11-én, vasárnap 10 órától. Azt aki szereti a csau-csaukat, a kánekorzokat, a bulldogokat és a boxereket ott a helyen. Feri receptje fönt van a Facebookon? Hát most ő neki, én úgy tudom, hogy hogy korpás keksz és üres tel, nem? Hát imádnám, ha föltenne egy ilyet. Egy csomag háztartási keksz és egy liter kamilla tea. Hát nem. Innen, szerintem ő van annyira lelkiismeretes, hogy az ő kis receptjét föltöltötte. Ha nem, akkor föltölti. Nem elfelejteni, hogy hétfőn indul az országjáró turnénk. Nem látjuk egymást egy hétig. Nem, Csabi, képzeld, ott leszel majd a hangként adás végén. Meg fogtok szólítani. Hogy? Persze. És egyébként tök érdekes, mondom már most a hallgatóknak, majd figyeljenek minket, mert amikor véget ér a ti minden állomáson a bejelentkezésetek, akkor utána a játék még megy tovább, ami a reggeli turnétokkal kapcsolatos, úgyhogy érdemes figyelni engem is, meg a pirost is lehet nyerni. Bizony, hogyne, sőt, nálatok folytatódik tényleg az, amit te is mondasz, hogy majd aki nálatok játszik, vagy a pirosnál, az is benevezhet az 500 000 forintos így kp-ra. Van, így van, tehát Debrecen, jó, jövő héten hétfő, Dósa Nádor tér és a Csapó utca torkolata. Ott leszünk, ott állítjuk fel az üvegstúdiót, ott indul a nagy országjáró tavaszi turnéja a Morning Show-nak. Feri is ott lesz, meggyógyul a hétvégén, úgyhogy jövünk hétfő reggel. Jó, mindenkinek szép hétvégét, szevasztok! Sziasztok!